Na, halós kacok, nem tudom, hogy mennyire vagyok jól látható és jól hallható. Szevasz, tavasz mindenkinek, csácsumi csücsőtészta, és elméletileg, hogy be kell állítsam itt a dolgokat. Egy másodpercet kérek mindenkitől is, remélhetőleg azért itt leszünk, vagyogatunk, leszünk is egy páran. Már basszus, úgy 31 másodperc alatt 111 néző, jaj de jó, szólhat a Dáridó, egyből bedobott a forjúba. Elnézést szeretnék kérni előre is a hajamért, skacok, holnap megyek fodrászhoz, és már nem nagyon tudom megcsinálni, skacok. Tényleg, nem tudom mennyire látszik, hát ez az oldal, várjál, ez az oldal még úgy, ahogy elmegy. Lakatos, köszi a 2024-es élet. Gyerekek, nem tudom megcsinálni a hajamat, nem tudom, hogy mi van vele. Meg hogy van, most jelen pillanatban a hajam külön álló életet él, skacok, szóval ennek annyira nem örülök és nem vagyok boldogságos. Várjátok, még ezt a telefont is elállítottam, jaj de jó vagyok, egyre profibb vagyok, majd kell nyomnunk egy sztorit is, jó van, ezt is megcsinálom, azt is megcsinálom, és azt is megcsinálom. És Zsakatos 17, nagyon szépen köszönöm neked a 17 darab 2024-eset, nagyon szépen köszönöm. Na, skacok, fura most így beszélni, ez tényleg nekem fura, mindjárt elmondom nektek, hogy miért. Nagyon szépen köszönöm Olpapának is, meg mindenkinek. Mindenkinek nyomok egy össznépi Hello, szia Valenciát, sziasztok skacok. Voltam a fülészeten, képzeljétek el, ezt el szerettem volna mondani. A legutolsó streamem vasárnap, aki esetleg itt volt és látta, az úgy telt, hogy nem hallottam konkrétan a bal fülemre, és megcsinálták a fülemet, gyerekek, és hallok rá, és nagyon-nagyon fura most úgy beszélni, hogy hallok, amit mondok, és kicsit most már jobban is érzem magam. Tegnap voltam bőrgyógyásznál, az utolsó anyajegyemet azt leszették itt az arcomról, ez még elkezd gyógyulgatni, és a fülem is megvan, szóval jól hallok, jobban vagyok, nagyon boldogságos vagyok. Ezer hála az a tényleg a Péterfi kórházban lévő fülorgégészeten lévő alkalmazottoknak, orvosoknak. Nagyon jól megcsinálták a fülem. Olyan, esküszöm, annyira hálás vagyok, srácok, hogy amikor olyan volt, ezt még elmondom, tudom, hogy sokan írtok csetelni, és nem tudok annyira figyelni, de Milán vagyoknak és Balának köszönöm szépen ezt a rengeteg rózsát. Tényleg annyira hálás vagyok, srácok, hogy egy hétig olyan volt a fülem, mint hogyha akváriumba lettem volna, mint hogy egy víz alatt lettem volna, nem hallottam semmit a fülemre, úgy teszteltem a fülemet, hogy ment itt a zene, ide raktam a telefont, itt hallottam, ide raktam, és nem hallottam semmit, és már fájt a fülem, már kivoltam. Hú, tényleg, Isten áldja őket. Találkoztam ezzel az ateliében. Igen, jobb már a fülem, a bal fülem volt rossz, de most már jó lett. Az a lényeg, hogy meg van csinálva. Igen, az a lényeg, hogy meg lett csinálva, és kacok, annyira boldog vagyok, de tényleg annyira, hogy nem tudom szavakba önteni. Az a lényeg, hogy már megvan, így van. Hova jársz fodrászhoz? Hát a Jászai Mari térhez járok fodrászhoz, a krúzítóhoz, a spanyol bikaviadalak mesteréhez hozzájárok most ilyen pillanatban. Nekem is ilyen téli idején szokott bedugulni. Nekem amúgy sose volt ilyen problémám, kisgyermekkoromban volt. Amúgy majd elmondom, csak most ezzel nem akarom húzni az időt, hogy mi volt, hogy volt, majd egy másik streamben amúgy. Szia, hol laksz? Szia, én Budapesten lakok. Szia, szia, Valencia. Halál királynak köszönöm szépen a 65 darab illatos rózsát, hello, szia. Melyik az a komoly szuper parfüm, amit mondtál DC-n? Van egy nagyon komoly szuper parfüm, nem erről fog szólni a stream, szóval nehogy azt higgyétek. Van egy új kedvencem, az tegnapi, bocsánat, hétfői nap során szagoltam, mert hétfőn voltam bent a Supersbe. Milán vagyok, köszönöm szépen itt a rózsamózsákat, a 17 rózsát. Az Amper Vanília, vagy jól mondom, vagy mindjárt mondom a nevét, hogy mi a pontos neve, de szerintem így is rá fogtad tenni. Amper Vanília? Amper Vanília parfüm. Supers, igen, Amper Vanília. Parfüm olajban van. Ez nagyon komoly, ez tényleg nagyon komoly. Vagy Amber Vanilla, nem tudom, hogy mondjam, ez Amper Vanilla, Supers, VV-soma 10-es, használjátok, 10% kedvezmény, ez tényleg nagyon komoly. Azt mondom, hogy mamma mia, baffancudo, porcondio. Nagyon szépen köszönöm Lakatosnak 17 darab, bocsánat, 9 darab rózsát.
meg ilyesmi, mindenkinek puszi nyuszi, szia Szilveszter Máté, láttad, hogy kirakta a kis több beszívecskétet, köszi, én vagyok. Szívesen neked, Flórián. Na gyerekek, elmondom a mai napi történetet, elmondom a mai napi funkciókat, hogy mire számíthatok ma. A mai nap is lesz G2 RP, azzal fogunk kezdeni. 40 ezer like-nál már indítom is a G2 RP-t, szóval nagyon-nagyon remélhetőleg jó lesz ez a mai napi stream. Ó, nagyon szépen köszönöm kis Bertalannak a szívet, és Palaking 13-nak a Corghetto Mormettót. Köszönöm szépen Palaking 13-nak. Szóval a G2 RP Horizon Roleplay lesz a mai napi streamen. Remélhetőleg lesz a robot is, remélhetőleg lesz csimpike is, nagyon fogok körülni neki, hogyan lehet elkezdeni, igen, PC-kel hozzá, hogy el tudjátok kezdeni a GTA RP-t, és a Horizon Roleplay szerverén játszunk. Aaron Leitnernek köszönöm szépen a 60 darab rózsát, valakire soma imádunk, milyen bilencsizeted van, ezt is elmutatom, egy ilyen válsárkos, szuper mumerces bilencsizetem van. Most volt a héten vasárnap, majd megint tesz ilyen top 1-es ajándékozóknak valami. A Válcsárkos Cyrus Egir az virágricséjé, Szilveszter Mátéjé az upgrade fülese a háta mögött. Igen, jobban vagyok. Balának köszönöm szépen a 70 darab rózsát. Megnézem a játékosok rangsorát, hogyan lehet bekerülni. Hát, ahogy látom, most megint el vannak kicsit húzva az emberkék, de remélhetőleg majd bekerülök. Jó, valószínűleg, hát figyeljetek, egy top 50-ben, top 20, az hogy, top 10 azért az ott már azért vannak. Jó, mondjuk ma héten az első streamen. Na, skacok! Yesterday-be és Homely Megadba GTRP 40 ezer ágnál fölmegyünk a szerverre. A mai nap során lesz egy kis látogatás, nagyon sok étterem van a szerveren, és nagyon sok étterem tartozik nekünk bizonyos pénzekkel, mármint védelmi pénzzel, azt szeretném beszedni, szeretnék szoporrólet, és szeretnék egy akciót is, szóval a mai streamben mindent bele szeretnék sűríteni egy adásba, szóval szeretnék egy kis humorbombát, egy kis RP fázis belevinni, egy kis rablást, és egy kis akciót is, szóval a mai napi streamen szerintem minden lesz, ami íznek szájnak ingere, csak hamburger és pizza és kóda nem lesz. Meg minden, meg kristály sem. Na, lovaglás sport szerinted? Nem tudom, nem lovagoltam még életemben. Nagyon szépen köszönöm Petkera PG-nek a 5 darab GG-et, Milán vagyoknak a 19 darab rózsát, köszönöm szépen. Nos, kacok, ahogy látom, meg lett a 40 ezer like, thank you very much, Kato, my megad, meg minden is. Lakatos 17 is szépen, köszönöm szépen, közben beérkeztem a top 100 játékos rangsorba, ezt is nagyon szépen köszönöm nektek, irány horány, menjünk fel a Horizon Rolipé városába, elmondom a közérdekű közleményeket, utána csinálunk egy Instagram sztorit, egy Facebook sztorit, és utána fölrepkedünk a városba, a Rezsőbe csókolok a 27 darab rózsáddal, a mai napi szél a 100 darab új követőt, azt nagyon-nagyon el szeretném érni, örülnék, hogyha ezt meg tudnánk csinálni, meg lenne, szóval a mai napi cél 100 darab új követő, 100 ezer like elérése, és nem tudom, az ajándékok meg, hogyha dobjátok, meg nem, mindenki annyit engedjen meg, amennyit a pénztárcája nem bánja, hogyha inkább vennétek egy marsot, akkor egy marscsokit, akkor költsétek magatokra, jó? Skacok, ennyi a lényeg, meg egy bambító, megyünk fel a szerverre, megcsináljuk a Instagram sztorit, hogy megy az élő egyenes adás itt TikTokon, most kell spamelni, skacok, és ne haragudjatok, hogy most ilyen fura hajzattal vagyok itt az élő adásban, most nem sikerült összepattintanom a hajamat, remélhetőleg holnapra össze fog jönni, szóval most kell a chatet szétspamelni, szétnyomni, bosikám, lekötelezze a tízzel, de majd legközelebb vegyél nekem egy milyen gumicukor? Békás gumicukrot, jó? Na, mehet az izé, és akkor utána meg megy ki Instagramra, jó? Na, skacok, hát megint gyerekek, rekordöntés lesz. Lehet, hogy meg lesz. 400-an vagyunk, kevesebb, mint 10 perc alatt. Szerénynek kell maradni, de azért jó lenne ma, hogyha elérnénk az 1300 nézőt, nem? Skacok, a chat meg az úgy füstöl. Csak a V betűk, nem tudom, mit jelent. Való világ? Vagy winner, nem értek hozzá. Na, gyerekek, kész van, ez fog kimenni itt
Instagramra, az FRKS22-re tudjátok, FRKS22, kövessék csak a 10x10-es csajok, és a 10x10-es posik, értitek? FRKS22 Instagramot tudok tenni. Yesterday-be! Na! Na várjátok, nyomom, hogy élőben van Thanos bástya. Mik ezek a hangok? Ez az én izénbe megy? Vagy ezt hova hallottam? Na, még megy egy Facebook story, és a Facebook story után én már repdesek fel a szerverre, szóval már a Facebookra kikerült, aki meg akarja nézni a storyt. Sárkány, köszi szépen a 10 GG-ját, az FRKS22 Instagramon kint van a story, most megy még Facebookra is egy, még robbantunk egy nagyon pacekot Facebookra, Discordra is, és mindenhol, és utána már megyek fel a szerverre, nem beszélek, rácsapok a számra, cipzárt húzok a számra, és már csak a GTRP-be fogok beszélgetni, és élvezhetitek az élő, egyenes adás, Jóna Roland, köszi a 5 TikTok-et, Palakin, köszi a 32-t. Na, oké, és kacok, mehet Facebookra, a WWSoma Gaminges Facebookra is, szóval azt is üzzük, hajtjuk, csapatjuk, szóval egy másodpercet szeretnék kérni, ezt is megcsináljuk, amazt is megcsináljuk, és akkor most is mehetnek a spammek, meg mindenek. Nos, kacok, itt vagyunk élő egyenes adásba TikTokon, az 1200 néző TikTokon a rekord eddig, de el szeretnénk kérni az 1300-at, és 11 perc alatt így bekezdtünk, már majdnem 400 pluszos néző van, vagyis nem baj, nem, mert már többen vagyunk. Szóval gyertek, TikTok, WWSoma Gaming, a bátrak már itt vannak. Na, szerintem kezdhetjük, skacok, Rezsőbossz, köszi szépen a 10 2024-es jelet, és Jóna Roland, köszi szépen a 10 TikTok jelet. Na, skacok, szerintem menjünk fel a szerverre, nagyon szépen köszönöm tényleg itt a lájkocskákat, mindjárt megvan a 100 000 darab lájk is. Discordra még kiteszem, most már nem feltétlenül kell nyomni a V betűt, most már minden sztorit meg tudtok nézni Facebookon, a WWSoma Gaming oldalon, vagy Instagramon az FRKS22-n is. Tudod, még nyomtok egy követést, azt nagyon szépen köszönöm. Mi van, bratyeszom? Boxerbe ne menj be. Köszönöm szépen. Na, és akkor itt mehetnek itt az élő egyenes adások is, és most csatlakozok föl mindjárt a szerverre, csak megcsinálom a képernyőt, még Discordra kinyomom, hogy megyen az élő egyenes adás, gyertek, nézzétek, aki lemarad, kimarad, mindjárt főcsapom a izét, a dolgokat, és akkor itt nyomok egy plusz egyet, egy smile-it nyomok, egy ilyet, egy olyat, és egy amolyat, és akkor bespammelem, és akkor most már elvileg most már lesz mindenki is. Gyerekek, legyen az, hogy a héten megpróbáljuk elérni a 60 000 darab új követőt, szóval nagyon szeretném, hogyha esetleg van itt olyan nézőm, aki esetleg még nem követője a csatornának, hogy nyomni egy követőt, azt nagyon szépen megköszönöm, és nagyon hálás lennék érte. Andrásnak köszi szépen ezeket a ajándékokat, és Seventinek köszi a rózsát. Valaki írta, hogy nagyon várt engem. Nagyon szépen köszönöm, én megvártam a mai adást, mert most már jól hallok. Már csak gyerekek, már minden jó, tényleg minden jó. Jó a fülem, hallok mindenkit. A látásom az eddig is olyan volt, mint a sasé. Igazából nekem csak egy darab nagyon nagy problematikám van, skacok. Én nagyon-nagyon őszintén ezt elmondom nektek. Mégpedig az, hogy szar a hajam. Na, ma milyen RP szituációk várhatóak? Figyeljetek, ezt a facecamot mondjátok el, hogy milyen kicsi, nagy, nem jó. Ezt most a nézők rangsorát ilyenkor mindig eltüntetem, amikor játék van. Mert a játék az nagyon-nagyon fontos, és tudjátok, hogy a pont-pont-pont mindig bozontos. Na, jó így azt hívják, jó így valaki azt hívják, kicsi valaki azt hívják, pacek, patakin kis pacek. Jó van, mindjárt gyerekek, megvan a 100 000 like, indítom a 5M-et, a Horizon Roleplay szerverére fogunk fölcsatlakozni, aki esetleg nem tudná, vagy Horizon Roleplay, amelyik jobban tetszik, van kép, nincs kép, lesz csimpike, nem tudom, hogy lesz-e. Szerintem lesz amúgy, és Levente és Andrásom, köszi szépen az aimaikat. Bátya, vettem egy szuper falfúlt istálót. Remélem a WWSoma 10-es használtad, bratyás, mert ha nem, öri-hari, sose bari. 156-an vagyunk a Horizon Roleplay-en, megint benne vagyunk a rebbe, meg a popba, meg a top 4-be.
ennek nagyon örülök, és köszi Levente, hogy szét leventézel és szét rózsázol. Na, megyünk fel a szerverre, skacok, puszi-puszi, nyuszi mindenkinek, és köszi, hogy használtátok a szuper Zoldon, a vévésom, a 10-es kuponkódot, minden termékre 10% kedvezmény, ezt tudtam intézni, bratyeszók, hát mindenkinek a kedvezményeket, az ajándékokat, a jó dolgokat csinálom, látjátok, milyen jó ember vagyok. Na, Andrásom, neked meg köszi a 15 rózsát. Dominance Goldról mi a véleményed? Bratyász, arra jöttem rá, és én most nagyon őszinte leszek az összes parfümről, hogy én mindig bemegyek a Superbe, és nekem nagyon-nagyon kevés parfüm tetszik, így hogyha ráfújom a mintára, tudjátok, erre a papír mintára, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. És Butko poénból megnéztem, most van most egy nagyon-nagyon szerelmes vagyok egy illatban, eddig a Noblybe voltam szerelmes, és ezt szerintem látjátok rajta, tényleg olyan őszintén mondom, hogy mindjárt leesek innen a székről, és van egy másik idat, ez az én, nem tudom kimondani, Amper Vanília vagy Imbőr Vanília, esküszöm szerelmes lettem belé, és olyan még nincs parfümbe, csak parfümolajba, de hát alig várom, hogy legyen egy olyan parfümbe, nagyon komoly idat, úgy mondom nektek. Szia Soma, bocsi, hogy már megint emgésztem, hoztam új üceget. Szia, szia, Nuda, Nuda 2. Nem gondolod, túl van árazva az összes parfüm, és mellette nem is olyan jó. Hát, Barikám, nem tudom, hogy túl van-e árazva a parfüm, bemegyek a Douglasbe. Most egy Armaninak, egy Prádának, meg egy ilyen, van olyan parfüm, aminek 50-60 ezeres ára van. Itt a Supersben mondjuk, hogyha tényleg annyira erős, szóval például vesz egy Abu Dhabi parfümet, aki sok embernek tetszik, azért mondom azt, egyet magadra fújsz, és tényleg érzed 12 órán, hát nagyon-nagyon tartós, nagyon-nagyon erős, szóval, hogy túl van árazva, nem gondolnám el, hogyha a tartóságát vesszük, akkor szóval meg tovább tartam úgy. Hölösöm, ahogy letiltottak, és nem bírok küldeni ajándékot, na de jó a csimpike, pedig vártam volna, na várjátok, skacok, be kell hideljen magam, Mónika itt vagy a live-on, Mónikám, kedvencem. 519 csimpike, ma 1300 nézőt megdöntjük. Jaj, tényleg köszönöm szépen mindenkinek, aki megosztja mindenféle Barikának, papának, mamának, Berényi Klaudának, Berényi Miklósnak, Berényi Andrásnak, MC Istinek, Kökény Istvánnak, vagy bárkinek is a streamet, én is megosztom itt mindenkinek is, el is küldtem, és köszi szépen Andrásom az aimait, és akkor elkezdjük itt az R meg a P-t, meg a P-t, meg az R-t, meg a Horizon Roleplay-t. Kezdjünk egy ruhaboltba, hol van? Hol kezdjek? Jó, kezdjek itt úgyis vannak. És akkor skacok, a másik, amit meg kéne csinálnunk, azt mindig akartam is nektek, de miért ide jöttem? Mindegy, akartam nektek mondani, hogy kitöröltettem az összes kocsimat. Szóval az összes kocsim ki van töröltetve. Szóval össze kéne raknunk egy kocsipakkot első körben, hogy melyik kocsikat lenne érdemes megvennem és használnom, mert tudjátok, hogy eddig mindenféle kocsiaim voltak, csak megkértem a fejlesztőnket, hogy törölje ki, mert sajnos... Szia! Szia! Fajtam! Szia! Szia, szia! Gyere! De. Gyere, gyere! Szia! Ez a munkás, vagy együtt? Nem, csak éppen autót váltunk. Ja. Palit is válthatná most már ennyi idő után. Uram, miről beszél? Hát most jöttem Kazasztánból. Igen? Az olajfúró toronyról hívtak ide, mert itt is van valami olajfúró, aztán hát, azon tudunk mi dolgozni. De uram, én megmondom őszintén, én nem dolgozok olajokkal, én csak fúrok, úgy mondom magának. Fúrok, hegesztő. Én nagyon nagy hegesztő vagyok, hölgyem, úgy mondom magának. Így hegesztegetem így a nőket, így jobbról, balról, meg így... Halló, halló! Na, halló! Azzal a jó nokedni jövő, uram! Ismered ezeket, babám? Nem. Hát akkor meg mit... Nem, mit akartok? Nyugi, nyugi, ja, itt voltunk. Jó, hát hogy beszélgessek, én nagyon nyugodt vagyok, jó, nem beszélgetetek a hölgye, vagy mi van? De, köszi, Andrásom, hogy olcsom vagyunk. Mindenki legyen nyugodt. Hölgyem, ez magának az új kocsija? Ő a békesség. Figyeljen, hölgyem, én megmondom őszintén, nekem a kocsim a szervizbe van, úgy mondom magának. Van egy BMW-m, és kaptam, várjon, meg fényes régbajont kaptam, Szilveszter Mátét. Mi az fényes régbajont? Mi van már koporsószeg? Mi a seppelyes arcú? Tony Montana. Tessék? Mi a bajom? Ez a fiad? Hölgyem! Az kurva, nem. Mit csinálsz, te köcsög? Nem elégezik a bőrszínünk. Mi van? Mit? Te kajakboxolni akkor? Egy ilyen elkobákkal faszom a szádba vágom. Olyaj. Szépen vagy szék is. Na! Mi van, boxolni akarsz te? Ja. Mi van? Na, pofonos! Egy pofonos! Akar na, még megbántod a hölgyet is?
Hölgyem, ez a maga gyereke? Akartok jönni, túsztak? Nem szeretnénk, de itt elviheted itt az öcsköst. Elvigyem? A tökös mákhoz. Na várjon, hölgyem, vigyem már el engem akkor. De hova? Hát majd mindjárt mondom, merre kell menni. Szeretem a gazdag nőket, mindig gazdag nőkre pályázok. Maga gazdag, hölgyem? Hát van egy kis money. Akkor menjünk vásárolni, menjünk. Egyet, te megkapsz egyet. Jó, csak elsőre beugrunk tankolni. Jó van, akkor de tankold te, jó? Gyere már. Hölgyem, viszont én megmondom magának, én őszinte leszek magával. Én nem érzem magam akkor férfiasnak, hogyha nem én vezethetek, úgy mondom. Jaj, uram, akkor átadom a volántot. Jó, várjon? Oké. Mustafa, te vagy ő a testőröm? Te vagy Mustafa, gyere a bázisra, ott találkozunk, jó? Virágricsi, köszönöm az ajándékot, és nagyon szépen köszönöm a légbalmat. Akkor izéhez kell menni? Tankolni kell? Viszont nálam most otthon hagytam a bankkártyámat, hagytam otthon, meg a, mindjárt mondom magának, meg ugye a készpénzemet. Nem gond, hogyha esetleg, hogyha esetleg tudna intézgetni egy tankot? Úgy mondom. Jó, meg állom én a tankolást. Jó, nagyon szépen köszönöm, lekötelez egy másodpercet bejelentek, csak olyan kúthoz megyünk, ami hozzám közel van, nem gond? Egyáltalán nem. És megmutatom a házamat, hogyha esetleg úgy van. Ajaj. Nekem is van egy pár házam. Az igen, hölgyem. Erről nem is besélt eddig. Hát most mesélek. Hölgyem, nekem nem csak házaim vannak, én megmondom őszintén, én nagyon komoly ember vagyok itt a városban, úgy mondom magának. Nekem állatkertem van egy robotom, van egy T-800-as robotom, és van egy majmom is, amit a nyíregyházi állatkertből intéztem, úgy mondom. Nem tudom, hogy beszélni is tud? Megtanítottam beszélni természetesen. Wow. Gyerekkora óta én nevelem a kis dögöt, úgy mondom. Kis majrés dög, meg van egy robot, amit én építettem, mert én dolgoztam a Windowsnál, és operációs rendszerfejlesztő voltam. Aztán. Na. Ez nagyon jól hangzik. Na, akkor megtankolhatjuk közben a kocsit. Megtankolom. Köszönöm, hölgyem. Lekötelez. Kicsit közelebb kéne álljon. Ja, jó. Magának, hölgyem, magának bármit! Jó, hagyja csak, jó lesz. Most akkor várjál! Ajaj! Jajaj, tankolod? Aha. Na, most már beletankolsz. Teli. Teli tankolom, de mondjuk itt jó sokért adják az üzemanyagot. Hát itt drágaság van, az inflációk az egekben. Csak nehogy én verjelek Telibe. Ajaj. Mármint elnézést, nem arra gondoltam. Ne, rossz, aki rosszra gondol. Rezsébos, köszönöm szépen, Gera, köszi szépen az ajándékokat. Yesterday! Yesterday! Jaj, elnézést, bocsánat. Júj. Csak ilyen idegrendszeri problémáim vannak. Kirohanások? Mi van házas pár? Tessék? Mi van házas pár? Mi van, mit féltékenykedsz? Én nem féltékenykedek, én tiszta jobb csajjal járok. Igen, te... Igen, én vagyok a Stravis, mit hagytál ott a szarba, tesó? Elmentem söprögetni. Na figyelj már ide! Mi útkor? Szerintem mehetsz még egy kicsit. Figyelj már ide, pelyheske! Ilyen pelyheske! Szárba rakom, nagypaszom, kitörik a csontod. Micsoda? Hú, kicsi a szártól hozzá képezte ki, buzi. Jó, hát figyelj! Én kikérem magamnak, nem vagyok. Figyelj, én kultúrált ember vagyok. Jaj, csak szobsz engem. Én biztos nem, na álljál le kis csávó. Na figyeljél, inkább imádkozz már az Isteneknek, hogy legyen már fény, mert nem látom így a koporsó fejedet. Hallod? Majom, azt mondta ez a gyerek rólad, hogy iszi. Azt mondta... Azt mondta neked, hogy egy csöves majom vagy, egy nyíregyházi vagy. Azt mondta. Ő a majmom, igen. Halló! Nem mondtam rá ilyet! Biztos, hogy te ilyeneket mondasz rólad? Ilyeneket mondott rólad! Kamuzi! Azt mondta, hogy megállt téged szét... Szétoperál, szétpasszíroz téged! Azt mondtam a földöttek is, hogy pindul... Öld el ki! Öld el ki! De... Csimpike, a rossz embert lőttek ki! Egyem nem a is őt, senki. Majom seggedet! Na, figyelj ide! Nincs, mi? Hol van a Mónikám? Hát itt van egy másik csajom, úgy hívják, hogy Mónika. Uh-huh. Képzeld el, Mónika, nem, ő a Szellő Istvánnal van jóban, időjárás jelentes hozzá, és azt kértem tőle mindig, hogy szép, fényes, napsütés legyen. Na figyelj, gyere, beengedek itt a rezidenciámra. Na figyelj! Szevasz, főnök! Na, a kocsit lezárom! Na, alkuljunk el!
Beszeretném mutatni az új barátnőmet, Kopper Melindát. Nem mutatkozott. Figyeljetek! Köszi szépen! Kangörcsök, gyertek be, vezessétek be itt a rezidenciába, jó? Kövessen üljön. A Jákob Zoltán rezidenciára vezessétek be. Jó sok a mákos, megjelentek. Csimpi! Ő a majmon, bemutatom, ő a nyíregyházi majmon. Jó, dapó. Testő. Igen, már jártam Nyíregyházán. És onnan hoztam ki a nyíregyhe, én tanítottam meg beszélni. Akkor még nem voltam ilyen menőbondjuk, meg csak ezt csináltam, hogy... Az a gond, Csimpikém, te sose vagy menő. Sosem leszel. Csimpikém, kik ezek az emberek, kiket hoztál ide? Ki volt te? Csimpikém. És te ki vagy? Na mindjárt jövök. Tartsátok a frontot, jöjjön a hölgy! Sok a fámból, tudod, sok a fámból. Fámból? Az itt jelent, hogy fámból, azt mondja, hogy fámból amúgy. Én voltam az a szutyok autóval. Az igen, köszönöm szépen Miklós, gyerekek vagyunk most is egy páran. Reméljátok az 1300 nézőt, hogyha lesz a mi akció, akkor összehozzuk. Ezeket a fámbolyókat meg most kicsit mindjárt ki lesznek, elszek számoltatva. Skacok, írjátok meg, el legyenek számoltatva a ficsúrok, vagy ne legyenek elszámoltatva a ficsúrok. És ma hol tudok elérni? Andrásom, Instagramomon, az FRK22-n vagy Discordon. Hozok egy kis ízét, ez a varázsgombát, amit a mama főzött, ez mindig patika, mindig jó, és ez mindig jó, hogyha kéznél van. Meg jó, hogy várjátok, nekem a nagy karit az nem jó, hogyha hozok. Elvég nagyon sok fegyvert intézett a Kosztolnik. Hát nagyon sok az túlzás. A Kosztolnik erre azt mondta, Kosztolnik, aki esetleg nem tudná, ő az alliderünk, hogy nagyon-nagyon sok fegyvert intézett. Na hát ahogy látjátok, berettákat intézett, de hát nagyon sok az túlzás, és a nagykarit amúgy én megmondom őszintén, annyira nem szeretem, mert nem nagyon tudok vele lőni. Főnök! Igen? Nem tudod adni egy fegyvert a Sifflernek? De te még kunyarálsz, te? Utálom, hogy a kunyarálnak, ezt beszéltük elvett. Nekem. De várj, de bratyász, én ezt beszéltük meg itt a izékkel, hogy nincs több kunyaráció. És te ide jössz kunyarálni, ez nem szép, Stifler. Következő, jövő héten ezért nem fegyvert adod, hanem egy golyót a fejbe, jó? Szóval rendben, bumba bocsánat. Fejbe lesz, oké? És bratyászom. Rendben. És küldjed a lájkokat, meg mondjad, hogy kövessék az FRK22-t. Stifler. Már mondtam. Nem mondtad elég hangosan, nem hallottam. Kövessetek Farkas22-t! De milyen Farkas? Miről beszélsz? De Instán, TikTokon www.somag... Na igen, mondjad, tilaszom! TikTokon www.somag gaming! Kövessétek mindenki! Like! Szia, Soma! Rózsa! FRKS22, csak a 10x10-es csajok. Na de, és a Instagram az mi, Steve Stifler? Te! Farkas22! De még mi az? Farkas22! Nem. De... Farkas22! Mondd még egyszer, ez jó volt! Farkas22! Még egyszer! Farkas22! Te milyen nyelven beszélsz amúgy? Bosi, köszi szépen, meg fekete zon. Nagyon jó! Na Csimpi! Hol van a gágyi? Sokat beszélsz! Fogd be! Majom kicsa! Na gyere! Na figyelj, adok neked valamit, ezt neked hoztam, ezt a mama küldi neked, varázsgomba, állatoknak. Köszi Bossi az 54 csícsit! Te is egy állat vagy. Te vagy egy nagy állat, gyertek! Hol vannak itt a fanbolyók? Menj, hát itt vannak. Te vagy a kutya, én pedig vagy... Tegyem aladár, szia! Várjál! Aladár, azt mondja, egy kis gombát. Hú, na, mindenki figyeljétek, hogy Jani! Mindenki FRK-s 22, csak a 10x10-es így van. Na várjál, hallottad itt Manny Cooper, csak a 10x10-es csak, akkor te hogy vagy itt? Micsoda? Én most nem akarok! Mi van már? Zöld hajú, te ki vagy, öcsém? Tedd fel a kezed! Fanbolyok! Ki vagy? Ez nem azért eljött cikk egyébként, hogy magasabb vagy nálam, érted? Egy lágy! Ez nagyon cikk! Ki vagy? Mondja szóval! Mit utánozó? Hú, köszik, Andikám! Na, kicsit csöndes, kacó! Ez kicsoda vagy? Mert ide jött egy ilyen ember, ez ki? Nem tudom, de... Háromig fogok számolni, nem szólalsz meg, tüzet fogok keresztelni az agyvelődbe. Jaj, bocsánat. Ott van valaki, hoztam valaki. 10! Mit csinál? Megütött a robotot? Kapd el, várja, elkaplak. El vagy számoltatva, öreg? Azt hitted, nem elmenekülsz? Mi van? Szálljál le! Mondjuk dob fel a kezed, de ne az izét! Kezeket föl, bukós isa! Hogy hívnak? Dobd fel a kezed! Mondtam valami, dobd fel a kezed, hogy hozzád beszélek, öreg! Hogy hívnak? Háromig fogok számolni, adj neki T8-t! Beszélj!
Vízelső, R2D2. Na, hogy visszarúgjál, hülye gyerek, már vár. Na. Meghalt. A rák kenyek ki a legsebb. Te ki, és te ki vagy te? Vízes R2D2. Szájdőbe. Én itt Nápoly vagyok. Nápoly, állj a falhoz, mert téged is meg számon kérek, állj a falhoz. Tedd fel a kezed. Tedd fel, mondd neki Steve Szinte, számoltasd el. Tedd fel a kezed. Határozó stílussal. Mi van nálad? Mátmotoz a mász, Steve, fedez. Egy rúgókés van nálam, herúzja. Még rúg, késezelgetsz, késelgetsz, beledézek a zsebébe. Jaj, 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 mit csinálsz? Menj vissza! Amúgy én itt őszi csimpikének. Mi elbeszélj, menj vissza! Menj vissza, mondtunk valamit! Hova? A falhoz. Mi a falhoz? Ja, a falhoz? Hát miért szerinted hol volt az előbb? Soma! Nem Soma vagyok, haver? Tudok. Csak azt mondták. Azt mondta, hogy meg akar söpni a nő. Rádi, ne álljatok már meg! Elveszem a későt, maradjatok már csöndbe! 16... Nem tudom, kik ezek az övi rendőrök? Kik ezek? Várjon uram, kérem szépen, kérem szépen. De nem tudom, kik maguk. Ki vagy? Ne mozdulj rám, ne mozdulj rám! Én meg a paraszt. Távol! Megy távol! A falhoz, mind a hárman a falhoz! A falhoz! De ne lőj fejbe senkit! Falhoz! Te fejbe, te vak vagy? Vagy mi van veled? Lazulj már be majom, nem veszed át a szerepemet. Lazulj. Hallod majom, lazulj, nagyon büdös vagy. Én csináltam sztárt belőled, miről beszélsz? Te miről beszélsz? Igen, mondja majom, jó. Jó viccet. Majom. Mondja, majom. Te mindig viccelsz, ez nem volt jó vicc, de egyik viccet se jó. Majom fej. Majom, majom akkor pofa. Mondok egy olyat, na, hogy így le fog szakadni. Na. Várjál, gondolkozik ebben. Addira, viccse jaj. Fúha. Jött a mentős. Mi a falusi energiaital? Na? Kútbúl. De mondom még egyet. Jaj, Istenem. Hogy hívják az ukrát? Birkozót. Na? Ivád Gyepretepe. Nagyon jó voltál, na! Majom, tudod, hogy most mi lesz a sors? Most nem akar. Adj neki egy T-800-es füles, egy jó viccet. Meg ne próbáld be, egy füles. Titániumotból csinálok egy olyat. Egy füleset adj neki. Parancs! Kérem szépen, hagyd mondjak még valamit. Az már kiárt. Ez már kiárt, na! T-800-as! T-800-as, vetkőzz le is az embereket! Vannak még behatolók! Jó van! Nem, ne csináljon! Vetkőzz le! Mentős úr, mit szeretne? Esetre jöttem, jó napot! Hát akkor csináljak pár esetet, vagy mit szeretne? Hát esetleg, hogyha már itt vagyok. Akkor a gyerek esetek? Az állj már vissza! Ellátok mindenki. Jó! Lefelé, kopsz! Figyelj, csimpi, aki megmozdul és nem az utasításnak nem tesz eleget, lábövés, jaj, bocsánat. Adott. Menj be a... Figyelj, majd a tényleg, ki vagy? Zsugodzával le. Csimpi, olyan büdös vagy, szuper sport. Igen. Állj a falhoz! Kivel? Állj a falhoz, elmondta! Hát állj a falhoz! Állj a falhoz! Vetkőzzél le! Képzeld, de fogsz ugyozni. Vetkőzz le! Vetkőzz le! Ne ütögessen el! Érted? Vetkőzz le! De majom, Geci! Uraim, a felesetleg elmondják, hogy olyan... A szép volt, Csipi! Megtámadod! Takarodj a falhoz! Takarodj a falhoz, te is! Vetkőzz le! Vetkőzzél le, te is! Vetkőzz le felé! Káosz! Háromig számolok! Vannak itt esetek, csáó! Itt az eset, ez a miért nem segít? Háromig számolok és fejbelőlek! Már mentetek! Ja, mert a csadod! Lőd le! Lőd le! Igen! Megértem! Jó, maradt kettő, aki tudott viselkedni! Látja itt a majom, hogy milyen agresszor majomom van? Egy diktátor majomom van! Hát ez így van! Na! Most már na. Lehet meglépett a dőcsi! Na várj, vigyázz, addig a izékre beszélek a dővel! Ne utogass már! Mindjárt megesz a 200 zár, gyerekek, köszönöm szépen! Itt van, meg akarsz szökni ám! Hova? Helix, persze, hogy szia babám, hova akarsz szökdösni? Ne szökdössé! Gyere, itt hatalmas akciók vannak, nézd már itt a majom helyre! Ezt nézd! Figyelj! Ezt nézze! Nézd meg, mi megy itt! Itt, ez az én területem! Ez azok miért pucérok? Neked akarnak tetszeni. Azért, de amúgy azért vetkőztettük le őket, hogy kicsit megkülönböztessük itt az embereket, meg hogy ugye az erőnket fitoktassuk, mert hatalmas karizma, a tesztoszteron hölgyen bennünk túl teng, úgy mondom. Ja. Érti? Értem, aha. Akkor elmondom most, mi lesz. Érzem a feromont. Igen. A csimpikében inkább ösztrogén van.
Egy másodperc. Jó, skacok, mindenki jöjjön föl! Elég ebből a kavalkádból! Te! Na! Érítészte bele a hírességedet! Na, nem érdekel, hívja, mi a Istenem, mert nem lehet rá semmit bízni, Csimpi, csak a T-800-osra számíthatok! Te miről beszélsz, a T-800-osra csókolóztam? Megadok a másik sérült. Te miről beszélsz, hogy vele csókolóztam? Na, jó van, megy meg innen! Na! Skacok! Skacok! A szózózásokat állok a sérültem. Skacok! Kicsit! Befertőltöltem, bekötöm. Mert adj már te! Csöndbe dolgozzál! De honnan tudod a nevem? Fekvés alvás! Elkezdtem újra lesz. Mi van, már mindent tudtok? Ti is itt mindent tudók vagytok? Hát én Mákus kubácsok ne... az összes. Maradj már te meg csöndbe. Én nem vagyok, nem vagyok. Na, figyeljetek, ti is itt mindent tudtok, vagy mi van? Én nem tudok mindent. Sem tudtok semmit? Akkor jó. Figyelj, elviszünk titeket egy teszkőre, megnézzük mennyire vagytok csukedek. Át fogunk költözni mindenki pirosba. Csimpi, te maradsz ilyenbe. Robot, jössz velem. Hol van a Mustafa testőröm? Jó, hozom a négy személyeset. Hozzátok ezt a két embert. Túszak, elvisszük. Hozzátok. Ellapott a narrátor. Hol a babám? Bébi, gyere! Bébi, gyere, intézgetjük. Megy a live, csak TikTokon szoktam live-ozni, skacok. Köszönöm szépen, gyerekek, már a játékos rangsorban 35. helyen vagyok. Nagyon szépen köszönöm itt mindenkinek. És Isváni Szánta is dobott most egy ilyen aimait. És a másik, hogy már 1000 néző. De ki... Ki foglak dobni a izéből? Jó, a csaj... Elmondom, ki jön velem! Gyerekek, nem mindenki száll be ide! Ezt komolyan mondom, hát ez... Hol van a... A robot! Ki van bent a kocsiba? Az kék. Hátul szálljon már ki a izé. Meg te is szállj már ki mellőlem, haver! Jaj, bocsánat. Hátulsó is szálljon ki! Jó. Hölgy, szálljon be gyorsan! Megyek. Azt a rohadt. Hú, de megjettem. Iván, Jeff! Te melyikbe vagy? Itt ülök a kék szörnyetekbe. Gyere, Csimpi. Jó, kék szörnyetekbe. Jó van, de figyelj, kövessé! Mert meg kell tankoljuk ezt. Hölgyem, így kell mutatom, úgy mutatom magam. Di, azt mi? Szeretj. Menj már innen, öreg. Itt... Elgázoltunk egy motor. Dehogy gázoltuk kell, rossz a szemed, babám. Nyisd ki. Nehogy, az, nehogy aztán a 20 centit 3 centinek lásd. Jó. Mármint itt a karomról beszélek, mert fontos az, a karizmatikus férfiakat szeretem, azt hallottam. Így van. Ugye ezt jó hallottam? Igen, jó. Igen. Elmondom, hogy milyen szát fogunk költözni. Van egy étterem, ahol nekem tartoznak, ott is 1,5 millió dollárral. Először azokkal is kéne kicsit beszélni, valami kett nevezetű étterem. Hölgyem, míg a bankkártyámat meg ezeket otthon hagytam, tudnánk intézni az anyagiakat? Persze. Köszönöm szépen. Szálljatok ki. Esetleg csatlakozhatok hozzátok, majd erős fogok csinálni egy videót, mert annyi ilyen kérdés van. Szia, Olivér. Gyerekek, amúgy IC van a jelentkezés, csak ne ilyen MG-se, mert amúgy 10-15-20 perc azzal megy el, hogy az MG-seket le kell lövöldözni. Okay, ez tele van. Hogy lenne tele? Hol van a narrátor? Robot? Hol a robot? Ki esett a kocsiból? Szállj már be, babám! Én nem, de nem tudok beszállni. Várj, előrébb állok. Ki esett a kocsiból a robot? Hol a robot? Halljátok, hol a robot? Nem tudom. Megvan tankolva ez a kocsi? Hullom van. Hát ember, az megvan halva az utasotok. Aki vezeti a kocsit. Én nem mondom. Jézusom. Mit csinál? Nem tudom. Jó, elmondom. A izé melletti, a Albert Nikodics melletti ruhaboltba, Tadi, jó, átöltözünk pirosba. Soma, szeretnéd, ha reklámoznánk, vagy valami? Mit szeretnél reklámozni, nem értem. Szia, jobb estét neked is, Krisztián. Most már jó lesz, hogy nézed a streamet. Magadra tettél egy már egy admint, majd azt is fogok. Ja, itt izé van. Jó, itt ki kell kerülni, jó? Akkor elmondom, neked átöltözünk kicsit ilyen csinosba, azért tudják itt a pacákok, hogy mi az a megjelenés. Azt... De, ez egy vadbarom, aki így vezet. Hát így van. Szia, Szevente! Köszi szépen az anyukat! Nem tud vezetni a majmot. Az a majom? Aha. Én voltam ez a pró sofőr! Te nem vagy pró, figyelj már! Hol hagytad a robotot? Hát a faszom, nem ide szállt be. Az jó, mert akkor kiesett tőlünk. Figyelj már! A sok izé droid barátodat azért ne hozz rá, mert megsüketülök tőle. Ki ez a sok droid? Ki a szobosszai? Te miről beszélsz?
Na. Jó vagy? Ez mi van veled? Jó vagyok, igen. Ezek után társait elhoztam. Még ki az, hogy kopasz? Ki vagy? Hát ez nem tudom, ez csak ide. Ez a kocsitban ott volt benne. Ki vagy Szoboszlai? Hát az enyémből biztos. Steve, Stifler, kérdezz föl. Ki vagy Szoboszlai? Én egy NPC vagyok. Én is. Hát ezt tudtuk. Igen, akkor tedd fel a kezed. Akkor tadjétek föl mind a ketten a kezeteket. De várj, ha izé a papacitát ismerem, te soha a legnagyobb testőr itt a városban. Én is, ne aggódjál. Na. Ó, Andikám, nagyon szépen köszönöm. Hölgyem, ilyen, ne ilyen túl csinos ruhákat vegyem föl, jól ilyen osta, inkább. Ez mi ez a két pad, izé? Menöcskös, kell a fájás. FRK-s 22, csak a 10/10-esek. Na, azt hittem boxolni akarsz-e? Hát. Jó van, csimpikém! Te leszel a testőröm! Figyelj már, te viccet mesélő degenerált! Na, akkor elmondom most mi lesz. Csimpikém, itt a papacitával, meg mindenkivel csak azokat enged be, akiket ismerünk, jó? Jó, akkor ide beállunk. Mert kell öltöztünk hivatalos pacákosba, jó? Papsi, gyere majd, de tudod itt azt a nagy seggedet. A főnökömnek. Akkor át rácsapok most már! Most már visszakapod, felidegesítek. A csimpi? Ó, kor... Menj ki, nem látja az úr magát. Mi van, öcsém? Bebarad, ki szóltunk van? Neked, öreg! Gyerekek, hát itt... Itt oda kell tenni, az oda tenni való, tehát mi van? Gyerekek, be van állítva, nagy test. Figyeljetek, én így fogok ma menni, pacák! Én ma... Steelo Seeds, bocsánat, nem, elnézés, föl kell vegyem a szettet. Egy kis apró, várj, megnézem az úr zsebét, van egy kis aprója. Benne nézek az úrnak a zsebébe. Nincs is tehát pénz. Na várj, kell kérek kölcsön. Andikám, nagyon szépen köszönjük az agyikat. Hölgyem, tudnál egy kis KP-t adni? Hölgy... Nem, nincs, nem, csak bankkártya. Ó, ez nem jó. Papacita, van nád KP? Nincs. Kinél van egy kis KP? Megyek. Nálam van KP, uram! Adjál már Gravstone! Várjál csak meg! Adjál meg kicsit, mert itt öltönyö... Ti? Ki ez az izé? Az 50-e, a 131-es tarszám, az kicsoda meg a 63-as. Kösz, bratyaszom! Én még veled akartam beszélni. Jó, van, mindjárt beszélgetünk. Jó, jó. Zakatos, köszönöm szépen! Csimpikém, tedd a rendet! Figyelj, öltönyös pacánk leszek, gyerekek. Steelo Seaside-ot, azt most felúzzuk. A két okostól tanultam, hogy nagyon fontos, hogy öltönyös pacákok legyünk. Ide bejön a fejlőbb, és ez a kaddi már befutott. Ha már élőben nem sikerül, akkor, akkor már legyünk öltönyös pacákok. Értitek? Szóval öltönyös pacákokba elmegyünk kicsit rendet tenni. Van egy étterem. Elmondom most, mi lesz a közelgő cél. Az lesz a lényege, hogy ezt az éttermet ezt kicsit meg kell regurázni, mert tartoznak nekünk védelmi pénzen, és a védelmi pénzt természetesen még nem sikerült odaadniuk. De remélhetőleg ezt meg fogjuk csinálni, az az étterem neve, hogy a játékon szerveren belül valami kett. Szóval most megketezzük kicsit. Bocsánat, nem kettezzük, hanem megdogozzuk, megkutyázzuk keményen őket, jó? Meg lesznek regurázva, el lesznek számoltatva a ficsúrok, és pacákos boldan megyek. Akkor egy komolyan pacákos sisakot föl, csappantok egy ilyet, szerintem ez így tök jó lesz, és akkor így oda megyek. Na, megvagyunk, ugye? Skacok! Skacok! Mindenki ma a pirosakba Pápai Kristóf Partinion öltözetek át, és jó. Vegyetek maszkot, fontos, jó pacákok? Pirosba kell, kivéve papacita. Mit csinálsz már? Elmentem senki, nem semmi. Jó, van, de ne tegmázzál! Szállj ki, öltöz át pirosba, jó? Pirosba. De nem vagy pirosba, szállj ki! Hát de hova vegyek? Nincs is piros ruhám. Akkor kéri, akkor meg ne hazudozzál, hogy pirosba vagy, haver! Ki ez a sok fanboy? Tegyetek lesz. Már rendet, hogy te sok fanboy között! Kilőjem! Persze, az összeset! Az összes kocsisa! Az, az összes kocsira tűzparancs van! Testőrség! Dolgozzanak a testőrök! Na, öltöz már pirosba! Mentős! Gyógyszer nincs nála. Figyelj, mentős, te hogy értesíteni, mert a hatóságokat, mert nagyon ideges leszek, jó? Hölgyem! De gyógyszer kérhetek, uram? Maradjon már! Hölgyem! Hölgyem! Bocsánat! Mert mindjárt összeessek. Nézz a majmot, nézz a bonon majmot, megvadott. Jó, kocsikba mindenki! Megyünk a kedbe! 2 millióval tartoznak nekem védelmi pénzzel. Be fogjuk hajtani. Gyere, ne lövöldözz már, te agyhalott majom! Köszönöm szépen, köszönöm. Na, a kettet jelöljétek be nekem, légy szíves, aki itt a kocsimba van. Uram! Mit kéne bejelölni?
Ketet. Hogy öltözök? Nincs. Jó van már, sem. Mindegy, jó, akkor gyere sem. Így. Ketet. Ja, Bobcat, jó. Nem Bobcat, te okos. Cat, a jó, neve az étteremnek. Jó, fú, veled is egyen mertem. Többen vagyunk. Oda megyünk, és tartozza nekem elég sok pénzem amúgy. Jó, hát én az ilyen új éttermeket nem ismerem. Ez kávézó ez. Na kövessetek, jó? Gyerekek, óriási ez a játék. Amúgy tényleg nagy. Te vagy majom! Majom pofa! Jó van, gyere! Jó, ez a cat? Ez az? Hát, ez a neve? Ez egy étterem, igen, ugye? Igen, itt dolgozik a miniszterelnök. Igen, azt a rohadt! Jézus Mária! Jó, várjátok egy másodpercet kicsit. Egy másodperc kaszok, csak kell beszéljek egy adminnal. Mert az a gond, mai nap tényleg nagyon sok fanboy van. Várjatok kicsit. Tudom. Sokkolom. Figyelj, Iván, ma nagyon-nagyon sok MG-s van, Léci, ezek, nézd, ahogy megállom. Azt látom. Látod, most is egy, már annyian vannak, hogy nem tudok velük mit kezdeni, már lövöldözni sem tudom őket. Hogy egy admin figyelje már a mai streamet, mert oké, aki piros kocsival van, meg piros ruhában van, meg ilyenek. Meg ilyesmi, de hogy Léci, bringelgesítek már őket, mert már nagyon-nagyon akkor problémás. Most ezt ők is hallják valószínűleg, ugye? Hát igen, hallják, igen. Aha. Jó van, srácok, első figyelmeztetés. Fő public bring, második alkalomra közmunka, oké. Okay. Csak már nem tudok pedig mit kezdeni, és tudom, már nagyon a hangzavar, meg persze, már kicsit gagyi, tudod. Persze. Jó, köszi szépen akkor. Nyomjuk tovább, jó? Okay, ja, jobb, jobb. Na, gyerekek, ez muszáj volt intézni, mert most már itt kezd izé lenni. Többiek itt vannak? Haló? Haló, itt vagytok? Uha, jó, mindegy. Bemegyünk az étterembe. Papacita, gyere mellettem, jó? Vedd elő! Ide fogunk menni. Figyeljétek! Leveszem itt a izét! Skacok, gyertek velem, mint testőrök! Nincs velünk. Én veletek vagyok, haver. Mi? Nem, ő. De nem baj, ki a csimpike? Nem kell venni a fegyvert, tehát normális emberek vagyunk. Fejruhás ki! Nem, baj, nyugodjatok már meg! Tisztelet. Na rá. Gyere, tesó, gyere vissza. Jól leülök, leülök. Tiszteletem, ez a kett. Jó napot, uraim. Igen, igen, jó napot. Tiszteletem, első körben már mutatkoznék. Én egy üzletember vagyok, egy üzletes pacák, úgy mondom maguknak. Tiszteletem. Azért jöttünk ide, mert azt hallottuk, hogy itt nagyon-nagyon finomak az ételek. Vagy első körben, hogy mit ajánlanak nekünk? Nagyon sok éhes száj van itt. Itt nagyon sok emberünk itt dolgozik. Papacita nagyon sokat tud enni, a majomnak valami majomkaja kéne, a robotnak meg valami sűrtolaj. Jó, akkor hát elmondom, itt ez a menü? Ez a menüjük? Igen, igen, itt. Menj már egy Blue Videms! Elnézést, egy másodpercet megnézem, ez itt a menü, ugye? Csirkés katsu, aha, figyeljen, szeretnénk desszertből egy 20-at, csirkés katsuból 50-et, és csirkés bentóból 50-et, jó? Jó, ez egy jó kis időben el fog tenni. Mennyi idő? Kérhetek kettő kutyát. Hát nem tudom, egy... Fejezd már be. 5 perc körül talán? Jó. 5-6. Jó, megvárjuk. Hol tudunk asztalt foglalni? Asztalt foglalni bárhol itt, amelyik tetszik, bárhol asztalnál. Ott esetleg le tudna külni a kis fotelekre, itt a bárszékekre, vagy ablakba, bárhol. Jó, megkezdtem, hogy ki az üzletvezető? Én vagyok az üzletvezető, a másik úr itt a hát ugyebár ő az elnök, ő a tulaj. Aha, majd beszéljetek vele? Figyeljetek, hogy még egyszer valaki ilyenet fog nyomni nekem, az jó. Ez fix, hogy ez a piros volt. Jó, akkor készítjük, és akkor, ha jól emlékszem, akkor curry volt. Mi a fasz csináltak? Mit csinált te? Hát összebagoltassák az emotot, mit csinál? Na, állja, intézem. Na. Csinálok ezekkel. Mondtam, mit csinál az előbb. Főnök úr. Na, figyeljetek! Főnök úr. Tanácsolom a foteleket ott. Ott álltul, az jobb. Igen, és itt elő maradnak a többiek. Álltok? Na várjál, ezek jobbak. Főnök úr, választ először.
Na, figyeljetek, akkor ide lehetőd itt a fotelokra, az ilyen komolyabb helyszín, meg ilyenek? Igen, mondva erősen az F-re. Várjál, hol kell, mire kell gondolni, elnézést? Ezt oké. Na, papacita! Főnök ura. Na, hölgyem, hát magát várjuk, hölgyem. Álljunk, most el kell, ezt szaladjuk a boltba. Szerintem a papacita védjen. Igen, papacita, figyelj, bárki, aki jön. Ki vagy koma? Ez most egy privát parti van itt, hallod? Hallom, itt voltam hát már elég. Hát akkor húzd el a csíkot, jó? Ki kell dobjuk, mi van? Te bejössz egy ilyen komoly étterembe, ilyen flangán, haver? Ez egy privát budi. A deszko... Hallod, haver? Ez nem a Peach Üzenkrim, hogy ezres a belépő. Hallod? Meg a Borizos, meg itt nincs belépő, itt dress control van, és nem felejtsd meg a dress controlon, koma! Dob ki, papacita! Várja, lehet a földöttél 150 ezerért asztalt foglalni ilyen ruhába, ha gondolod. Igen. Na, figyeljen, a hölgyet kicsit kényeztesétek, robot, gyere! Te kényeztesz a hétet, csimpike! Jó, bár volt. Mennyi idő itt a kaja, uram? Jó van, de finom legyen ám itt a kaja, meg akarnék beszélni miatt, miután sütögettek. Ő engedi a simogatást. Majd akkor masszírozz meg. Miután meglesz itt a kaja, uraim, ott hátul, hallanak engem, konyhás fiúk? Szeretnék majd beszélni kicsit itt a... Hú, T-800-a szétszereljek! Na figyeljen, hogy tudom hátul, majd szeretnék beszélni itt a főnök, a góréval, jó, az irodában, hogyha lehet itt privátban. 50 darabot fent. T-800-as, gyere vele! Amúgy ilyeneket nem szabad csinálni, amúgy haver, gyere. Blai, megvannak, éhes vagyok. Jó, rendben. Hát uram, mondom, ez még azért elég több idő, hát 50 darabot azért volt szó. Gyere már velem, 117-es. Papacita, ne engedj be senkit, beszélek itt. Tessék. Gyere már ide, öreg. Tessék. Figyelj már, öcskös! Mondjad! Te amúgy most mit izé fajtalankodsz itt amúgy? Most őszintén. Hát a... T-800-as meghívott egy izé. De ne hívogassál már, haver! Mert... De ő volt. Jó, most ő akkor volt. Elmész innen, mert ilyeneket nem szeretnék látni, úgyhogy ilyen komoly adásokat nyomok, nem haver. Nem is sem. De csináltad, haver! Fuss el arra, jó? Semmit nem csináltam. De fuss... Vagyom! Gyerekek, légy szél, vagy Monikám, csinálsz egy nap fényt. Sértődik. Még sértődgetsz! Na mi van? Menjünk vissza! Gyerekek, hát élő adás vagyok, ilyeneket... Én nem... Értitek, én ilyeneket nem szabad. Én példát szeretnék mutatni, a hölgy hova megy. Mi van? Nem tetszik a privát budi? Foglaljatok időpontot, asztalt! 150 ezer ilyen ruházatba! Papacita! Ne engedd be itt a koboldokat, jó? Oké? Úgy átszorom. Köszönöm szépen. T-800-as, mit kérjünk? Ez főnöki terület. Uram belépve, ez főnöki terület. Akkor megyek, fönt van felső rész is. Főnök, bejön a kérdés, mert a papacitát állítottuk, figyelj! Aki bejön, az temető. Nem temető, elmondom, hogy hogy lesz. Most akkor elmondom neked, hogy te is tudjál róla. Jó. 150 ezerért bejöhetnek, elvisszük őket egy ilyen másik helyzetet, ez lehet, hogy az iroda. Csak igen, 150 ezer, megbeszem, hívd föl papacitát itt, jó? Mert nem, T-800-as hívd föl, és szóljon papacitának. Jó. Nagyba fürdés közben nézem, figyeltek. Olyan tervem van, látok, ezt most nektek mondom. Ezt most nektek mondom, így nézőknek, és kacok, az a tervem, hogy el fogunk kérni egy hatalmas nagy pénzösszeget, megmondom, hogy rossz a kaja, rosszul leszek, hány ingerem van, minden bajom lesz, és a helynek a védelmét mi nagyon finanszírozzuk, mert szeretnék jobban lenni az önkormányzatnak, de az 2 millió dollár. Tehát ez 2 millió dollár. Csaba Veres, köszönöm szépen a Hujjjjjet, Zsolinak köszönöm szépen a 10 darab rózsát, és gyerekek, a mai streamen 98 darab új követő van, szóval ha 10 ember bekövet, akkor megvan gyerekek a 100 darab új követő. De még egyszer fölkapsz, kiviszlak és fejbe. A főnöktől kapott gyere. Engedélyt. Jó, nem kapott te... Figyelj, most ne beszélj! Most tényleg a robottal nagy beszéljek már itt, Mustafám. Látod, nem is volt így. Látod, ezért nem tudok sztárrá tenni, mert magad alatt vágod a fát. Le vagy főve, mint a csibó kávé. Most már beszkedettem, beléphet a területre.
Jó, beléped, de csöndbe, jó? Te olyan vagy, hogy csendesen figyelsz most, Mustafa. Pedig sztárra akarok avancsálni. Gyere, gyere, akarok veled beszélni, Mustafa, veled is. Mustafám, sztárra akarok avancsálni, csak egy baj van veled. Sokat beszél. Nem vagy sztárra akad, haver. Ne haragudjál, de itt ez a majom se. A figyelj, majom. Na most így néz, majom kell nézni ki. De várjál, bár ahhoz képest az vagyok, te meg egy senki vagy. Jaj. Főnök úr, tanácsolom, hogy ne álljunk. Menjünk le a lenti fotelekbe. Mindjárt lemegyünk. Figyelj, T-800-a. Szólj papaszítanak, szóljál föl. Itt vagyok. Papaszíta. 150 ezerért beléphetnek az emberek. Azt kérdezik, kinek küldjük. Már szóltam. De ne, neked adják, KP-ban. Fogd be, fogd be, nem majom. Papaszíta, benned bízok. 150 ezer a belépő. Azt tedd el zsebre, és aki bejött, utána leszámlázok és adod nekem, jó? És kifizettek. De nekem ezért Horizon Pay-be akarják átküldeni. Mi az a Horizon Pay? Van egy átutalásos rendszer a telefonon belül. Jó, mondd nekik. Elérhető a legtöbb embernek. Figyelj, de tudja, de nem, akkor elmondom, hogy mi lesz, jó? Elmondom, hogy mi lesz, most nem nekünk utalja. Nem Horizon Pay, mi KP-zunk, haver, az lekövethetetlen, érted? Minket figyel a CIA, ugye, hogy minket figyel a CIA, az FBI, meg minden, van róla tudomásunk? Az FBI főleg. Figyel minket az FBI? Főleg. Igen, mit mondtuk róla? Majd ezt megbeszéljük. Jó, az önkormányzat is rád van szába, csak szóló. Csimpikém, te egy hülye majom vagy, te ne okoskodjál, ez egy másik. De a rendőrségi adatbázis szerint igen? Megvan az FBI-nak az önlocationjük. Nem hallom. Hülye majom üzenik. Na, hülye majom maradjon. Vidd el a hülye majomot. Vidd el innen. Hülyékkel nem beszélni. Stílustalan hülye majomokkal. Elnézze veled. Szia. Na, szia. Na figyelj, most mit mondtál, haver, nem hallottam. T-800-as, mondjad. Uram, a rendőrségi adatbázis szerint az FBI-osok tudják az önök bázisát. És ezt honnan veszed? Mondtam, hogy megvan az rendőrségi adatbázis. TR-800 prototípus vagyok. Aha. Akkor tudnak rólunk bizonyos információkat, azt mondod? Főleg ők, igen. Kik az önkormányzat, vagy ki? Az FBI. Az FBI, jó. Mindegy, de menjünk beszélni. Figyelj, hogyha valaki kötekedik, dob ki őket, jó? Mustafa, a legjobb testőröm, papaszita után. Szia, vévésom a király! Jó vagyok, rockó fazerekas! Uram! Kész a kaják? Uram! Ó, ez a kaja itt mind? Ezek a kaják? Vagy hol vannak? Uraim, ez itt a főnöki vonal. Ha ezen valaki állni, átlép. Jó napot, uram! Odaadnám itt az első adagot, csak nem sikerült egybe. Az a baj, igen? Hogy külön lehet csak ezeket tárolni, nem aha. Tudják ugye egybe rakni, szóval igen? Nem biztos, hogy el fog férni egy embernél. Jó, uram, akkor rakja a T-800-asnak adják. Egy másodpercet kérek. Szép napot kívánok, testvére. Uram, ne önnek. Uraim, egy kicsit csöndet, a hölgy az fáradjon be az elnöki részhez. Itt egy hülye. Azt te vagy. Na figyelj már, de kéne beszéljet a képtiekkel, mert nem bírna fogok és befutkározdok. Nem fogok befutkározni, várjál. Egy másodpercet kérek. Uram! Várjanak. Beszéljetek itt az egyik pincére? Itt fér nálam négy dolog. Jöjjön már a pincér! Jöjjön vele! Itt vagy te, Dagi! Adok nyugam! Uram! Még meg kell edzel, vagy mi van? Figyelj majd el! Bezárjuk az ajtót! Várja mindjárt! Figyelj, zárja be az ajtót, tudom ez egy privát parti, 150 ezerért jöhetnek be az emberek, jó? Jó! Nem érdekel! Majd mindjárt jövünk! Mennyi van pénzetek? Van pénzed? Valaki kéne ide állj! De nézd, ott van szemben egy ATM! Fogd már be, majom! Nem hallott a tárgyaló? Vettem ki KP. Akkor figyelj! Itt az ablakon nyújtsd át! Itt van egy rés! Menj már én, majom fej! Kimegyek! Hoztátok a pénzt? Aha, hoztam. Jó. Majom, menjen vissza! Kifizetett a tenyémet is? Az 300 ezer. Itt a privát partira belépő. Meg tudom simogatni a cicát? Mónikám, nincs fény! Mi történt itt az időjárás jelentéssel? Hát nem hoztatok pénzt, hogy mi van? Mi spekuláltok? Ilyen dress controlban 150 ezer a belépő. Tessék, öreg állt. Igen. Jó, te mehetsz be, engedjétek be az Újpestit. Mehet egy-kettő. Én magam. Az akar veled beszélni. Ki? Majom ne lökjel. Ma mindjárt beszélünk, de most nem hallottál. De mi a... De hogy beszéljek veled? Tehát pénz sincs nálad. Jó, hozzon, várjál! Na.
Jöjjön, látod? A Gabi tudod itt. Te fizettél, haver, vagy mit keresel itt? Én fizettem, persze. Kinek fizettél? Nem fizetett, nem fizetett. De nem, de én előbb jött, kikérem magamnak. Jó, ki vagy dolgozva? A dress control-ra nem fejezd meg, haver. Kikérem magamnak előbb jött. Papacita, dobd ki! Kikérem magamnak előbb jöttem. De mi az, hogy előbb jöttél? Ez egy zárt körű privát parti, uram! De előbb jöttem be. De nem érdekel, hogy előbb jöttél be, privát parti. De előbb jöttem be, kikérem magamnak. Ki vagy dobva? Ki vagy dobva? Nem megyek. De ki vagy dobva? Mert miért? Mert nem felelsz meg a dresscode-nak az előírásnak, csúnya vagy. Mi? Csúnya vagy? Mindig jobban nézek ki, mint te. Na! Figyelj innen! Steve, dobd ki! Menj ki innen! Boxon! Steve, dobd ki! Hozom a bizét! Zárják be az ajtót most! Ez egy privát parti! Menj ki! Főnök, itt a pénz, azt mondták. Igen. Főnök! Intézze a gyereket. Főnök, ki lett iktatva az, aki beszólt magának. Most a pénz. 150-es tajszám. Bocsánat, elnézést. 201-esre 150 ezer a ropi. Na, eltüntettem. Tüntessétek el azokat a kamu. Halljátok, belógnak itt a privát partira? 201-es. Én lelőttem azt, aki belógott. Simpikém, nem lövöldözni kell, kijön ide a sarokság. Mit csinálsz? Hülye vagy már megint? Kidobtam a sarokra. Ez az. De büföld meg, kicsit izé, hagyd neki. Igen? Mehetsz be. És hogy büföljem meg, hogyha be van állva a gerincem, és te bűrök ütni? Tanulj meg verekedni, fiam. Hát tanítsába meg. Iratkozz be egy... Azt, én úgy hallottam, te vagy Mike Tyson utódja. Iratkozz be egy kung fu képzésre. Szia, Krisztián. Kérdezek egy viccet sem. Kész a kaja, főnök. Kész a kaja? Hol van? Hát még egy adag kész. Megsimogat a macskát. Mi a szor? Ez meg már... Mit csinálsz? Na, ez nem megintem. A macskát azt mondják, simogassam meg, azt ez történik. Oda adhatom a maradékot önnek? Igen. Jó, rendben. Vaj, mi álló? Még lesz azért bőven az a nagy... Szertet kinek adjam? Nem tudok kitenni a pultról-e? Útra kitenni? De megpróbáljuk, ez csak a... Nézd, ide lerakom az egyik asztalra. Azt megköszönném, már nagyon éhes vagyok. Szia, csajózó mód be van kapcsolva, be van természetesen. Figyeljen! Itt minden embernek rakjátok létszíves az asztalokra, hogy itt a vendégem lesz minden ember első körben. Rakjátok az asztalokra le a kajánkat, jó? Skacok, ma vendégem mindenki, egyetek így a tok, mulatozzatok. Aki belépőt fizetett, az is egyen igyon. Attól függetlenül, igen. Igen? Menjen arrébb. Én? Ott az. Vegyük el innen kaját. Az igen. Ki ez a bambázó? Nem, ide nem jöhetnék be, kivéve, hogy kiöltözött úriember. Az komoly hőgem. Éj! Mit megmasszírozott kosztolni? Ha nyilván már kell neki. Úristen! Nagyonban azért nem. De ők csak masszíroznak. Benézik a főnök urat. Ja. Ők masszázs specialisták. Éj! Ja, látom. Ez a happy finish. Jó, várjon uram, be kell menni. Ez a happy finish masszázs. Az nem kell, kösz. Uram. Bezárt, látod? Hogy nem tisztelnek engem. Bezártad, érzed? Várj, beszélnem kell itt a izével, a főnökkel. Tiszteltem, uram. Tudtam? Ki itt az ki? Uram, egyedek, mindenki, gyerekek, rakjatok jól! Uram. Helyetek, ó, nagyon finom. Kivel tudok beszélni? Aki kicsit ilyen nagyobb maga pincér, ugye? Önnel ott a... Úriember, tudok beszélni kicsit négy szem közt? Jó. Csimpi, csináld itt lent a rendet! T-800-as és a hölgy jöjjön velem! Itt az étele, hölgyem. Itt van az iroda, ugye? Persze, igen. Jó, akkor kicsit beszéljünk itt, szeretnék itt. Csimpi, te maradj lent, csináld a rendet, jó? Küldd föl a hölgyet, meg a T-800-at kérlek. És nem is érzékelem. Jöjj. Akkor... Megakadt? Nekem akadt be? Másomat teszem, tiszteltem, uram. Ez az iroda, ugye? Igen, még az ablakba is le tud ülni, ha szeretne. Figyeljen uram, nekem itt jó lesz, itt tökéletesen le akarom. Akkor magáé az étterem, ugye? Igen. Egy másodperc csak helyet foglalok, hogyha nem vagyok indiszkrét. T-800-as robotom az miért? Hozd fel a T-800-as majom, ne a fegyverrel jöjj, gyere! Oké. Ne, fegyverekkel nem állsz. Bocsánat, a majom... Elnézést, uram. Elnézést szeretnék kérni itt minden kompromisszumért. Elmondom, mi a helyzet magának. Bemutatkozok, tegyem aladár vagyok.
üzletember vagyok, autókkal foglalkozok, házakkal, éttermem, láncokkal is foglalkozok egybe. Itt a városban úgy mondom magának, hogy én eléggé komoly üzletágakat képviselek, úgy mondom magának. Remélem ez értető. Igen, értető. Nagyon sok testőrrel foglalkozok, állatokkal is foglalkozok. Látom. És másodállásban pedig informatikus vagyok, projektfejlesztő, menedzser, webmester vagyok. Így van. Tetszik ez az étterem, nagyon kultivált, jó hangulatú. Az ételekről se tudok panaszkodni, azt kell mondjam, amiket átadtak nekem, ilyen sushikat. Finom, tényleg, most is megkóstolom. Nagyon finom és jó. Miért nincs itt a T-800-as kedves majom? Azt mondta, kiszolgálja a földet. Jó, nem szeretném kiszolgálni. Kedves majom, hozz föl a papacitát akkor, kérek szépen. Jó. Köszönöm szépen. Valaki jön, szerintem ő jön, várjuk. Papacitát, nem ő jön. Hát ez jó lesz ősz, nem? Nem jó, ő a zenészünk. Akkor takarodj el ki. Nem beszélünk itt senkivel. Hosszolni kétsz a papacitát föl tudod hívni, hogy kicsit itt tudjak tárgyalni, itt négy szem közt, és ne engedjetek be senkit, mert nagyon komoly dolgokról beszélünk. Kedves uram, itt visszatérve a dologra, én láttam azt, hogy itt a városban a bűnözés az elszabadult. Én megmondom őszintén, én magánúton szoktam rendezgetni ezeket a dolgokat, hogyha úgy van, úgy szoktam magának mondani, hogy barátok közt is van, úgy van elcsattani, ha egy-két pofon, hogyha tudja, hogy miről beszélek. Igen, tudom. Szóval ismerős. Azért gondolom, ide is bejönnek ilyen sok kobolt, ingyen kaját szeretnének. Papacitával van menve fejbe, kedves uraim. Akkor T-800-asnak szóljál, T-800-asnak szóljál. Megint miért jön be ide? Miért nem tudok nyugodtan beszélni? Elraboltam, csak csajozási. Jó, meg vidd a másikat, a pizsamásgatyást. T-800-as. Köszönöm szépen, a hölgy is megjött. Természetesen a hölgyet már kiszolgáltam. Ülj le. Hölgyem, üljön le. Hölgyem. Oxi. Én ide leülök hátra. Na látok? Nem figyeljetek már! Nem tudtok viselkedni, elmondtam a majom, és a másik, menjen le! Itt komoly tárgyalások vannak! Komolytól annak tűnik ez az egész! Ne ordibáljál már ide! De ordibálok, igen, idegetsz vagyok! Nem tudod meg egyszer, de gyere be! Te mi a lyukasz az agyad, vagy mi van veled? Na, nekem üres az agyam, mi? Üres, igen, el van messzesedve kobolt fejű! Nem veszek vissza! Tudod mit jelent, hogy tipli van? Maradsz. Tipli van! Nem ordibálsz. Jó, dob ki T-800-as, dob ki! Kidobom mindjárt T-800-asat. Dob ki a T-800-as. T-800-as, dob ki itt az urat, hátam mögött. Nyugalom, inkább vegyem meg egyet. Távozzon. Kidom, lesz szertet. Hallod? Te mindjárt távozzon. Érem, ne ellenkezzen. Gyere csak. Üljön maga, meg üljön vissza, ne kötek egyet, uram, eszek egyet. Igen, eszek egy. Nyugalom egyet. Jó, nyugalom, én nyugodt vagyok. Mindig jó. Eszek akkor egy desszertet, köszönöm szépen, ne köted ez, uram. Csak nem vagyok már ilyesmi, elment az étvágyam. Köszönöm szépen. Fú, nagyon idegen. Idegbe jöttem, úgy mondom magának. Na. Figyelj, nem is húzom itt a szót. Adja ezt a csirkés benettót, vagy mit. Adja már ide. Van a fenébe már. Na, uram. Polgármester úr, kérem, zárja be az ajtót. Valaki. Köszönöm. Visszatérve a témára. Polgármester, zárja be most. Ez parancs. Csí, ezen nincsen zár. Már visszajött a másik. Nincs rajta zár. Itt van az ajtó előtt. Jó van, nem érdekel, tárgyaljon komolyan. Ő az ajtót figyeli. Ne engedj be akkor senkit, jó Mustafa? Kérlek. Köszi. Bocsánat, a barátom a KFC-be dolgozott, csak fölvitt az Isten a dolgát, hogy bevettem itt egy komoly csapatba. Fölvitt... És visszajön, bazdmeg. Elmondom, uram. Ne szemtelenkedj, én még nem mondtam rá rossz szót. Ne látja, uram? Kivakartam a föld alól. Kivakartam a föld alól, érte, uram? Kivakartam a föld alól, eddig KFC-be. KFC konyhán dolgozott, most egy komoly testőrségbe dolgozik. Kivakartam a föld alól, és ez a hála. Látja, hogy beszél az emberre? Figyelj már ide. Hogy de miért szemtelenkedsz? Büdös rossz szót nem szóltam rád. Akkor miért szemtelenkedsz itt a másik? Polgármester. A gyerek, azt játsszuk le odakint. Látja, uram, hogy milyen na, primitív? Na, itt a gyerek, azt nem keresném. De várj. 480 ezer lesz a vége. Jó van, várjál, számla. Várjál már, te meg maradj már, majom, ülj csak, de vissza, jó? Na, figyelj, mert nagy ember vagyok, hogy tárgyaljuk meg odakint. Jó, várjon, uram, egy másodpercet. A úrnak, a pincér, mennyi a számla?
480. Jó, nem látod, hogy tárgyalunk, dugd fel addig a számát, azt törölt kivel a segged. A stipli van kifele. Jó, rendben. A később intézzük. Na. Akkor gyere, kész, beszéljünk, nem ember az ember. Jó, uram, figyelj. Nem látja, hogy a főnök nem szeretné. Nem, uram, nem látja, figyelj. Milyen főnök? Hát itt csak, hogy a brigád. Először tárgyaljuk meg, hát, aztán majd lejátszak. Így van. Ja, tárgyaljunk meg. Figyeljen, figyelj, Mustafám. Kivakartak a KFC-ből, és ez a ház, és már primitíves kecs, primitív alpári stílusba beszélsz, sajnálatos módon. Ne szemtelenkedjél. Figyeljen. Gyere, ha van fasz alattad, akkor most lejössz, ezt megbeszéljük. Uram, ne haragudjon, ne fogja már be a pofaját, és takarodjon már ki, ne vántj meg. Igen, nem vesznek minnyet, tényleg. Majd 10 perc múlva elintézik, uram. Babé, ki vagy itt? De itt mindenkinek szállja, azt hiszem, senki vagy, elmondtam, híres. Nem vagy? Hát én egy elég híres ember. Hol? Ott láttam egy helyzet, ahol híres vagy, igen. Jó, van, te a szekerek meg futkoznak nálad. Ne beszéljünk, mindenki ön ellen van. Figyeljen, akkor beszéljünk, próbáljunk kultúrát módon beszélni. Figyelj, Mustafa. Hálát kéne neked adjál, mert foglalkozok veled. De mire? De most mondd, de nem beszélsz bele, mert nem hallgatsz végig, hallod? Mert normális kultúrás stílusban kivakartalak abból a koszfészekből, ahol voltál. Sehonnan. Te sehonnai mi? Te sehonnan... Kiugramra itt megveszem az egész brigádot. Elmondom neked, Mustafa, te sehonnai mi haszna ember voltál. Én segítettem rajtad, mint apa a fiúnak, felkaroltalak. És látod, ellenem szegülsz. De fölkaroltalak, ellenem szegülsz, Mustafa. Nem szegülök ellened, szemtelenek. Olyan emberek, nem is az emberek, tesó. De, a T-800 azt én építettem, a majmot én hoztam a nyíregyházi állatkertből. Az egy dolog, de nincs benne a brigádodban. A csajt pedig masszírozgatom néha napján. Néha. Úgy mondom, hogy kezelgetem a hölgyet. Néha. Néha. Mikor olyan gyabad? Néha kezelgetem, megmasszírozom, érted? Ja. Mikor már magát nem tudja elkezelni. Csibészesen, úgy mondom neked. Igen, igen. Na, bratyasz, vágj be egy frontennyót, azt tényleg jövünk, hadd tárgyalak már itt a izével az úrral, nem tudom. Törögjél föl, mert beszélgetnénk. Jó, van, beszélünk, elbeszélünk. Nagyon szemtelen vagy. Na, figyeljen, uram, akkor elmondom magának itt maga, meg le akar kenyezni sütikkel. Először is a pincér úrnak szóljon már, hogy milyen az, hogy 480 ezer számla. Először is nem fizettünk, mert mi úgy gondoltam, hogy VIP vendégek vagyunk, és meghívás alapon jöttünk, ugye, uram? Állítólag ön hívta meg magukat, de ahogy látom, nem, hogy ilyen sokan nem jöttek be. Nem, uram, mi meghívás alapra jöttünk. Csimpi, úgyhogy meghívtak minket. Így igaz, hogy szeretnék én is egy olyan, ahogy... Ricardo urat, köszönöm az ajándékot. Voltam egyedül, kértem a barátaimnak egy kaját, a maga alkalmazottja átvert minket. Azt mondta, 70 ezer kőkemény, 3 darab csirkés, ezért kecsup. Teszek is egy kicsit. 3 darab? Így igaz. Ez tudja, hogy felidegesített? Belájultam. Láttam, hogy most mennyien jöttek be, úgyhogy én most itt, ha már így tárgyunk, akkor azt mondom, hogy akkor jó, nem tárgyaljuk. Lehet semmit. Igen. Most én most de várja, uram, várjon. Még több nincs vége a tárgyalás lényegének. Én ezt az éttermet elmondom magának. Egy bomba biztos, egy win-win üzletet szeretnék magának ajánlani. Mégpedig. T-800-as ajánlóban leülök. A win-win üzlet azt tudja, hogy mit jelent? Az, hogy mindketten jól járunk. Szóval én azt el szeretném mondani, hogy miről van szó. Arról van szó. Segítek az étteremnek az ellátásába, a szállítmányozásába és bevédésébe. Bármikor bármi problémájuk vannak, hívják a 0670-t és itt fog repülni a Batman. Harmadik. Bármi problémájuk vannak, mi mindenféleképpen tudunk segíteni. Bármibe is. T-800-as egy a legújabb fejlesztési prototípus, aki mindenre képes. A majom, ha úgy van, puszta kézzel elintéz mindenkit. Tud intézni is. A harmadik, ez a dolog, ez 2 millió dollárba fog fájni, és korlátlan ételital fogyasztásba. Ez az ajánlatom. Ez egy win-win üzlet, magának és nekem is. Most? Hát, itt a nyelvi? Még itt van. Gondolkozik, számolgatom. Horizon roleplay. Uram, a számításaim szerint ez önnek 89%-ban megéri. Hallja itt az urat? Még egyszer? Mennyi hány százalék vagy hallja itt az úr? 89%-ban megéri az úrnak. Így van. Tehát akkor én nekem most ki kéne fizessek 2 milliót azért, hogy önök
hozzák a szállítmányt és védjék a üzletet, úgymond? Hát egy security, itt fog lenni Ádám security, itt ez T-800-as, itt ez Csimpike, GZ is itt van a legkomolyabb, azt mondja, hogy látjuk itt mi a hat, de néha még ellenem is regülnek itt, azért itt a tesztoszteronok a levegőben vannak, úgy mondom magának. Csajokat is fog intézni. Én hallottam egy olyan hírt, hogy rávannak a Ketkafira állva ezek a igen. FBI. És nem védjük magukat, mert elég sok kontaktunk van, elég nagy emberek vagyunk. Igen. És úgy mondom magának, annyit szeretnék még ehhez a dologhoz hozzátenni természetesen, hogy ez magának is megfelelő. És a másik, amit az nehogy itt az embereimnek, a Tegyem Aladár Kft-nek korlátlan ital-fogyasztás és a robotnak korlátlan olajfogyasztás szeretnék intézni. Hallja, most is itt robbangattak. Mi ezeket meg tudnánk előzni, ezeket a problémákat? Ezek mit maga ellen akar? Hát akkor úgymond jönne ide a szállítmány. Így van. Lenne védelem. Igen. És én fizessek 2 milliót. Így van. De legyen ingyen az étel és hát nem ingyen, korlátlan mennyiségbe tudunk fogyasztani természetesen az önök számlájára. Nekünk ingyen van természetesen, önöknek meg csak igazából a beszerzési ár alapján adják nekünk. De szerintem ez egy win-win helyzet. Nem lesznek itt problémás emberek, tudnak itt partikat csapni, hogyha jönnek, akkor a face control, beállítjuk az embert, asztalfoglalásokat tudunk intézni, mennyiért Csimpike? 150 ezer, hogyha esetleg nem megfelelő a ruházat, de bármikor, hogyha esetleg olyanok van, vagy a fődöntek, akkor 200-ra simán felemeljük. Igen, és 1000 dollárért akarunk itt egy szombaton egy olyan budit csapni, hogy jön Dobozi Lacika. Szombaton jön Dobozi Lacika, Rubai Lacika, és 1000 forintért korlátlan ételitelfogyasztást. És mi álljuk az ételitelfogyasztást? És ez nem olyan lesz, mint a Pitchy Z Creep-be, ez... Veri az horizontis, mindent, ez lesz a top. Jó, viszont a 2 millióval nem értek, csak egyet. Uram, miért nem? Ahogy akkor van, legyen én is tudok én megdolgozni a 2 millióért csödébe. Így van. Bármelyik pillanatban be tudok állni. Javításra, repregetésre, bármire. Így van, látja, itt a robot is két. De keveselni a 2 milliót, hát igen, akkor nem elhetjük háromra. De miért sokkalja, uram? Ez egy olyan árajánlat, hogy ez erre a hónapra szól. Február 10-ig megdeszünk. Amit maga odaad nekünk, azt mi visszaszerezzük. Figyelj, uram, várjon, Csimpike, akkor leegyszerűsítem, haver. Hogy kicsit akkor komolyabbra itt föl is állok, jó? Mert már itt a ver az ideg. Úgy mondom neked, haver. Ha nem fizeted ki a 2 millió dollár, ide fogok jönni minden nap, ide jön a majmom, ide jön a robotom. Mustafa, gyere ide! Gyere ide, barátom, Mustafa barátom, gyere be most! Látja, most nem most jön bejöhet. Be. Most bejöhet. Szerintem elaludt. Ide jönnek randalírozni. Most bejöhet. Mustafa, mi fog történni, ha nem fizetik ki a 2 millió dollárt? Mondd el neki pacekba őszintén! Kócra egy főszámotassuk, egy az egybe. És mi lesz? Föl lesz gyújtva, és még mi lesz itt? Randalizózóás, robbantgatások, mondjad Mustafa, lövő! Egy-két csúnya ember, akik nem szeretik, hogyha nem fizetnek nekik. Jó magam, vissza fogok írni, Virág Ricsi. 4-800, megérkezünk, lehet, hogy szét lesz pufőbe itt a kóceráj, és lehet még az önkormányzatot, így ahogy hallottam, az is a magáé, lehet azt is elvetettük magát. Na mi lesz? Értve vagyunk? Meg a fő. Én ezt nem akarnám. Igen, ezt senki se akarja. Ön akarja, ezt szerintem akarja? A hölgy szava az mindent visz, szóval kérjük a 2 millió. Ezt akarja, uram? Vagy mit szeretne itt, tetkós fej? Dehogy is. Hát akkor jó, akkor elmondom most, mi lesz. Állj föl, hogy itt szemtől szembe beszéljük, mint férfi a férfival. Föláll. Fú, nagy embereskedsz már megint. Na figyelj, akkor elmondom neked. Itt vagyunk most már, tárgyunk egy 10 perce. Az idő az pénz. Hogy itt 35-ig nem fizetett ki a 2 milliót, akkor 2,5 lesz már. Hoppa, te zuhant valaki áttérbe. Jó? Szóval most lemehetsz nyugodtan és hozd fel a 2 millió dollárt, jó? Megengedem. Jó, de akkor a fempontok állnak. Természetesen, hát én nem... Védelem lesz. Uram, vertem át már magát valaha? Még nem. Na látja, fő a bizalom, kezet rá. Fotózz le, Csimpi! Vagy narrátor! Uram, lefotózom a szememmel. Köszi szépen, Virág Ricsit, a rengeteg rózsát. Nagyon szépen köszönöm. Meg dobja a csillagot, meg 100 000. Igen, meg dobjad itt a rózsákat, jó? Meg dobja egy ilyen oroszlánt is.
Kezdek meg szeretnék egy mocsateát végre, mert igen, most már a hölgynek is kérem szépen. Kérem szépen korlátan étel itt a... Köszönöm az egy rózsát. Ajándékmód bekapcsolva, elnézést. Szóval, uram, van eddig 6 perce, jó? És hozzá a 2 millió dollárt. Itt föld megvárnak? Megvárjuk, igen. Igen. Köszönjük szépen itt az együttműködést. Kérem az ajtóberendezést. Köszönjük szépen. De percenként, hogyha nem ér ide a pénz, percenként növelünk egy bisit. Nem, 100 000-re. Nem vagyunk mi olyan gázemberek, nem? Hölgyem, látja, én mondtam, hogy üzletember vagyok. Én komoly étterem látszok. Esetleg, ha utalom? Igen? Utalva is nem. Jó. Jó, akkor... 201-es a pay safe card nevem. Uram, szia, Gerett, az mi? Föltűnő. Nem lesz föltűnő, figyeljen. De lefognak, lefogják. Jó, tényleg várjon, uram. Mi csak, várjon, uram. Mi csak KP-val foglalkozunk, jó? A KP-t fogadjuk el, hozzá itt KP-ba mindenbe. Jó, hozom. Hölgyem, kerestem mindenütt, meghoztam a macsiteát. Jaj, de jó, már kaptam egyet, de... Látja? Uram, mi elkésett a rendelés, hozzon neki ajándék desszertet is. Tetszik ez a púz, de kell főzni. A plant szeretném, köszönöm. Nagyon csinos vagy, csimpiki. Itt kicsit halsag van. Hát ne beszartál. Akkor kell egy darab. Nem kell, elmondom neked, figyelj már ide, te! Pincérfej! Mi van, nem? Elmondom neked, mi van. Hozzá neki pár sütit, meg milyen késti, hozzá neki még főtétet, és meg még egy macsateát pluszba, jó? És örülj, nem kaptál 2 pofont, milyen késti. Úgy de nyalizol. Ez az. Betesség. Gazi Bence, köszönöm az első ajándékot. Ha jó, ma te bírom, nagyon te. Ne nyaliz. Hát, nagyon szeret itt a majmom. A majmom nagyon szeret téged. Papacita, te kaptál kaját? Az asztalon vannak kaját. Láttam, hogy valaha T-800 ki lett szoftó, vagy kicsit. Ezt nézze neked. Ezt mi a tajszámot? Adok mindenkinek, egyetek, ígyatok. 270. Köszönöm. Mustafa, te is kapsz egy kis kutyaeledet. Nekem van. Kapd már a kutyaeledet. Já, csak viccelek, látod már megint milyen vagy. Hát nem lehet itt komolyan, mert itt az a gond. Engem? Miért nem? Mindig ki vagy füzetve. Jaj, te ki vagy itt öreg? Igen. Jaj. Jó, hagyd beszéljek ez az úrral. Négy szem közt tudtok beszélni, hogy ne engedjenek be senki? Rendszeriba. Ajjaj. Jöjjön be itt az irodámba. Szépen lefektettem a terminált. Ez jó, ezt figyeljétek, nézd. Átveszük itt a bizniszt. Hívjátok be az urat. Uram, miért szeretne beszélni, uram? Hát, azon szeretném magával beszélni. Hogy lehetne csatlakozni magukhoz. De mi security, mi az át? Menj már innen, majom! Tiszta komolytalanná teszel most már! Ki fogja csapni? Elnézést, uram. Én komolyan szeretnénk magával beszélni. Én komoly vagyok, ahogy Ácsi itt vagyok. Megérkeztem. Uram, rakja ide az asztalomra a pénzt. Az asztalomra. Betúztatom a zsebébe. Jó. Csúsztassa meg. 201-es. Uram. Kicsit átveszem az irodáját, ha nem gond. Kicsit tárgyaló képesre. Ó, meg is számolom. 2 millió. Figyeljen, uram, adok magának egy kis borravalót. Mi a tajszáma? 191. Hozzon nekünk egy kis sütit, köszönöm szépen. Jó, hozzon egy kis sütit, viszont akkor én meg azt szeretném kérni, hogy ott a fa körül ül egy ember kabátban. Igen. Azt ki kéne innen rakni. Jó, várjon. Hívjátok be Mustafát. Én tőzkedem. Ne, Mustafát hívd be. Mustafa, mondjam el Mustafának, kit kell kirakni? A fán, itt alattunk, aztán pont szembe ül egy ember, de megmutatom, azt innen ki kell rakni. Keményen rak ki, jó? Mustafa határozottan, jó? Hogy érted, hogy... Azt, hogy ki lesz tiltva az étteremből? Adj neki! Ne várj, Mustafa! Tudod, hogy barátok közt is egy-két pofon belefér. Most is férjen bele, jó? De nagy vagy, érted? Nagy. Téma? Nem, kórházas téma, természetesen. Intézd. Velünk nem packázza. Na igen, uram, itt vagyok. Yesterday! Igen, elnézést, elnézésben. Na, szóval lehet-e jelentkezni magukhoz? Mit mondasz, Meli, szimpatikus nekünk itt az úriember? Hát az úrnak akkora ajka van, mint hogyha most jött volna az ajok feltöltésben. Az igen. Hát néha igen, szoktam járni. Kicsit picsa szája van. Figyeljen, uram, adunk magának egy esélyt, jó? Elvisszük magát egy akcióra. Jó, mert jó? Én magát imádom maga. Hallod, csimpiket, ezeket jobb, hogyha nem csinálnád ezek a pózokat, akkor jó? Akkor jó viselkedj. Jó? Fejezd be, csimpi. Fejezd be, jó.
Skacok, elmondom, segítsetek itt, adjatok olajat neki, várjál. Hozzátok. Jobban vagy? Na, figyeljetek, lesz, ő most velünk tart itt az úriember, beszéltem vele komolyan. Van egy kis dodog, el kéne mennünk a... Rendszer stabil. Rendszer stabil, jó. Elmondom nektek, ki kéne menni a Sandy-sori reptérhez és kicsit beszélni komolyan itt dolgokról. Mert hallottam, hogy van egy nagy üzlet, egy másik üzlet. Főnök úr. Na, bedjük a... Főnök úr, igen? Tanácsolom. Várjam. Hogy? Tanácsolom, igen? Hogy a főnökök menjenek repülővel és a többi tag autóval. Jó, uram, most... Úgy biztonságosabb. Uram. Te igazabb abból. Most nincs igaz, mindenkit, maszk mindenkinél legyen jó, mert meg egy hatalmas bizniszről van szó. Úgy mondom. Akkor uram, úgy sokkal. Én tanácsolhatok valakit? A kocsikkal 100-as tempóba vegyük szépen. Nem, jó, nektek ne tanácsolj. Uraim, minden rendben van itt az urakkal? Igen, a kosztolnyi körött ki kellett dobnom sajnos, már annyira be volt rúgva, nem akartam összeokázni. Jó, álljon, oké, köszönöm, beszélek meg. Főnök úr. Mindjárt jön. Köszönöm. Igen, figyelek. Viszlát, igen. Sokkal profibnak nézünk úgy ki. Hogyha? Repülővel érkezünk. Jó, akkor elmondom, mi lesz. Ja, akár ide is hozhatom a repülőt, ameddig ő megbeszélhetünk. De itt csomó olyan van, ki ez az ember? Milyen főnök? Azt tudom, ki vagy öcskös. Nem így mondtam a főnöket, de amúgy én is szeretnék veled komolyabban beszélni. Velem? Aha. Uram, megjött a... Uram. Kis finomságom itt. Várok, mióta? Maga itt vár rám? Aha. Jó, uram. Akkor jöjjön be velem, és jöjjön velem, mert a kopasz úr veletek egy percet, mindjárt jövök. Jó, itt a kopasz úr, meg a izé jöjjön velem. Vagyis a fő... Na, figyelj! Skacok! Itt ki a főnök? Mi el megbeszéltünk valamit. Szeretnék egy ajánlatot tenni neked, jó? Na, hallgatom. Itt az úr, ő nagyon komoly ember, aki itt van. Hogy hívnak? Mindig elfelejtem a neved. Stock Joshua. Hogy? Stock Joshua. Joshua, nekem dolgozik már egy ideje. Most itt hagyom neked, rád bízom. Próbaidőre, hogyha megfelel, megmondd el, írjál egy jelentést, hogy dolgozik. Mindenre be tudod fogni, hogy takarít, süt, főz, testőr is, boxolt, kung fu képzése van, úgy mondom magának. Szóval, hogy itt hagyom, hogyha bármiféle probléma lesz, ő intézi, jó? Jó, akkor itt feltakarít majd. Jó. Joshua, figyelj, odaadom a kezdőfizetésedet, jó? Joshua, miért tartsz számod? 1, 3, 1. Jó, Joshua, figyelj, még adok neked valamit, hogyha valaki szemtelenkedik, itt megegyeztem az úrral, akkor egy kis vajazó kést adtam neked, intéz, jó? Azt majd a főnök a kopasz úr az intézi, jó? Intézem. Figyelj, bármit, amit mondanak, neked ők ez a 3 öltönyös, meg kell csinálni, oké? Na, oké. Visszajövünk ide, jó? 20-30-re itt leszünk addig, itt leszel próbaidőn. Jó. Mindjárt főnök úr. Ide hozom a magárepülőgépet. Várjon. Te ki vagy öreg? Te ki vagy itt, üzé? Szép fiú. Szép fiú, hozzád beszéljek, mellényes fiú! Flór Tomi, igen, te, ki vagy? Ja, én a Balázs Zsombornak a segédje. Ki lehet? Milyen Zsombornak? A Balázs Zsombor. Jó, gyere velem. Munkás. Jó van. Nyissál ki, kérem uraim! Na, felébredt. Ne, csinálj. Egy másodperc. Uram, hoztam még egy embert próbaidőre. Gyere ide! Itt vagyok, tisztelt. Te most próbaidő leszel itt a srácoknál, jó? Egy óra. Adok neked is egy kezdőfizetést. Mi a tajszámod? 353. Figyelj, bármit meg kell csinálni, mint itt a 3-5-ös úrmód, jó? Egy darab készpénz, rendben, köszönöm. Nincs mit, el szoktam intézni. Várjál, bocsánat. Aki a kicsit nem becsülik, vigyázz a neved. Jó. Árpád. Tisztelet. 3-5-ösnek most mindent megcsinálunk, jó? Megyünk. Értettem. Oké, kész vagyunk. Gyertek. Köszönöm szépen a követést! Meghalt a kosztolnék részegségbe. Mibe? Részegbe. Jó, a mindegy skacok! Fegyverbolt tetején, Tali! Fegyverbolt tetején! Jó! Hozzad a repülőt a fegyverbolt tetejére, narrától, jó? Rendben. Nekem is van repülő. Ez ki ez a kocsi? Mi a baj? Hogy érted? Fegyverbolt tetej. Ki vagy te, öcsém? Én itt csak itten a... Nem is Jöldi, gyere, paposita, vagy. Itt vagyok a kékben. De várja, ki ez a kocsi, ez a szép? Enyém. De Enyém. Akkor nyisd ki. Gyere, szálljatok be. Na, vigyed öde. Most már az enyém, jól lefoglaltam. Közbratjesz. Gyere, szálljunk be. Nyisd ki még egyszer. Jaj, de ebben nincsen hely.
Na jó lesz. Ide még birtok fértek a kékbe. Nem jó. Állj a földön. Kis ki. Kékbe földön. Jó, szállj be. Ja, most bezárt az hülye. Most bezártad megint. Parkolj arrébb itt. Most jó. Várjál, most beszállok. Na, na most szállhat be mindenki. Ó, basszus kulcs, hogy... Az anyámat basszam meg. Itt van a hely. Szóval itt van a hely. Hol a főnök? Vezetőbe. Várjál, bratya, szóm. Be izére. Gyere, testvérem. Na, bratya, ezt be tudsz állni? Én nem hát. Akkor gyere másikkal. Na nézzétek milyen komoly izét. Állj, de komoly. Na figyelj, elmondom, mi lesz, kacok. Ilyen nekem is van. Ez. Akkor elmondom, mi lesz, kacok. Ma hallottam egy komoly biciklit. Ne legyél már a fenekembe, menj már a fegyverbolt tetejére! Húzodj már le! Na, elnézést. Elmondom, mi lesz itt kosztolni. Menjél már előre, ne izé derbizgessé! Majom pofa! Na. De menjél már! Na. Elmondom, hogy mi fog történni, meg ilyenek. Hallottam, hogy ez egy, van egy kis komoly... Ki, most nekünk mondja, hogy ki szálljunk ki, vagy mi? Jaj, ez script-szer. Jaj! Az mi volt? Valami. Na most már ki akar szállni a szelmenekült? Milyen érdekes ma is, nem? Mi? Most mindjárt elmondom, mi a terv? Itt fogom elmondani. Aki a földök! Na jó, látod? Ne engedj föl senkit se. Figyeljetek, hallottam egy nagy bizniszt amúgy, csak mondom nektek. Első körben az van, itt kosztolnik Medi, meg Papacita. Van egy komoly bank, amit meg kéne intézzünk, mert már a rendőrségnek régen léptünk oda, már a rendőrség is elve kezd elkanászodni, plusz azt mondják, hogy nagyon sok információk vannak rólunk. Barátom, téged itt hagytatok ugye bevetésen. Hogy hívnak téged? Ott száll valaki. Maradj már, nehogy lőjél az embere. Az komoly. Na. Na akkor visszatérve itt a dologra, míg a majompofa is remélhetőleg bedugózik, vagy bedugítom a fejét itt a korcs kutyának. Elnézést. Úriember, ma te várod ma a túlszerepet. Kaptam egy hatalmas nagy információt arról, hogy a rendőrség, meg az FBI amúgy a nyomunkban van. Most kicsit adunk nekik egy kis falatkákat, kicsit elrejtünk nekik. Kipattintunk egy bankot, jó? És szétintézzük. És intéztem a repülőt. Ezek az elnöki busztán. Ezt intéztem. Akkor elmondom nektek. Annyi a lényeg. Nyugi. Ez velünk van-e? Elmondom, mi a lényeg. Fegyverezzétek le azt az embert. Te is vetkőzz le boxerre, hogy meg tudjunk állapítani, jó? De neked úgy boxerre, hogy a kesztyű maradjon fönt, hogy meg tudjak állapítani, oké? Gyerekek, ez... Az ruhával lehet. Akkor várja. Akkor cipő maradjon rajtad, akkor tudom, hogy te vagy. Jó. Meg a maszk. Jó, figyelj. Kosztolnik. Öltöztesd át az embereket, próbáld meg pirosra, és maszkot mindenkire tegyél föl, jó? Oké? A túlszokat elmondom, melyik bankhoz kell vinni, jó? Várjál, mondom, melyik bankhoz kell vinni. Kosztolnik, figyelsz rám, vagy nem? Figyelek. A izi palettói bankot ki lehet pakolni, vagy nem? Palettói. Aha, palettói. Szerintem ki lehet pakolni, most így kipakolva. Jó, akkor a palettóit fogjuk kipakolni, jó? Kosztolnik, a cuccokat tudod intézni? Aha. Aki akar, üljél ezzel a kocsival. Jó, oké. Okay. Kosztolnik, mindenkit öltöztetsz, hát neked van maszkot, haver? Nekem? Nem. Ennek. Nekem van. Oké, okay, akkor vedd föl. Neked kettő is. Ha valaki vigye a kocsimat, mert én elnök napot. Azt akartok kérdezni, hogy jöhetek-e túszkodni, hogy valamit segítek. Posztolnik vezetnek. Hát most várjál, Csimpike intézze a túszokat. Intézte, papa. Jó, figyelj egy ruhaboltba, vigyél el egy izébe. Papacita szájbe. Nem, Papacita szájon be is, vigacsony. Meli, ide gyere. Meli. Hát ez a VIP, ezt intézzük. Ajaj. Tartom én is. Palettói bank. Várjál, Kosztolniknak mi a száma? Mondjátok már, hívjon fel Kosztolnik. Meghalt a Meli. Belement. Mibe? Menj már. Nem is megy a rotor nekem. De most állt a rotor. Nálam most állt meg. Jaj, várjatok egy morekáncsi fáncsiba. Skacok.
268 új követő van a streamen, ezt nagyon szépen köszönöm nektek. Ma tovább fog tartani a stream. Megmondom őszintén, nagyon jól érzem magam eddig ebbe a streambe, attól függetlenül, hogy azért sok hangzavar van, sok problematika is van néha. Néha fejetlenség van ebbe a streambe, én is észreveszem, elnézést szeretnék kérni mindenkitől. Most nagyon-nagyon sok aktív ember itt van, nagyon sok aktív tag van. Remélhetőleg a 300 darab új követőt is elérjük, az lenne a cél. Köszönöm szépen Robikának az 1 darab rózsát, köszönöm szépen Eszeventének az 5 darab rózsát, és nagyon szépen köszönöm itt Zsolt Zsoltnak a jeleket, meg mindent is. Thank you very much-kát, köszönöm szépen. És most az a terv, hogy rámegyünk egy rablásra, remélhetőleg összejön. Én is nagyon-nagyon örülnék, hogyha összejönne, és kicsit így a rendőröknek adunk egy kis falatkákat, egy kis finomításokat, egy kis ezt meg azt meg a maszt, és a másikat el szeretném mondani, és Csaba Veres dobott 65 darab, nagyon szépen köszönöm GG-jelet. Szóval nagyon szépen köszönöm, aki esetleg Instagramon is bekövet, ide is kiszoktam rakni, hogy mikor és hogy van stream, az frkás22 az Instagramon. Esetleg, hogyha még összejön amúgy még plusz 300 néző, akkor a mai streamen amúgy néző rekord lesz, remélhetőleg üldözésnél összejön, és el is mondom, hogy a mai streamen kik követtek be Instagramon, még egyszer mondom, frkás22 az Instám, bekövetett árpád.aros56, bekövetett Ádám Somogyi alsóvonal, Marboró alsóvonal 127, egy Datkó, Barna vagyok, Hello, kis.alsóvonal Lázár, Kőszegi Donát, EMAT, még egyszer mondom, az FRKS22 Instagramot követték ők be, bekövetett érsek.áron22, Mihályapor, Szampi vagyok, Noel.vider, Galavics Noel, alsónal, B.I. Balázs, Balrul Kristóf is bekövetett, thank you very much-kát, uram meg agyám, Vazsi Zsombor is, El Milán, Rozsics.g, Alex Buxnitz 97, Milán 3N, és Prokai alsóvonal Ádám 57-29. Köszönöm szépen nektek a követéseket, és megyünk vissza, mert Medi Cooper megérkezett, jó? Még szólok itt a mindenkinek is, hogy csodaszép minden legyen, csodaszép képernyővilágítás, csodaszép ez meg az meg amaz, és remélhetőleg a time is szép, világos lesz. Thank you, very much-kát, és mehetünk. Mehetünk, uraim! Készen? Jó, elmondom egy ruhabolthoz, szállítsam egy, és a kosztolniknak mondják, hogy hívjanak föl, jó? Nagyon-nagyon fontos. És köszi az ajándékokat mindenkinek. Nem. Mit csinálsz, kilőnek? Állj meg! Menj már innen, léci! A rotorbozd meg. Meghalt a főnök is. Azt a rohadt te. Mi a fasz csinálsz? Dick. Milyen papaszita? Belemegyek a rotorba, de papaszita az elintézte. Rávert egy nyakast. Vigyázzon. Jézusom. Jaj, remélem Meli egy puszival fősegítem. Látod, mit tettél? Te gyászkenet. Milyen szépen beszél velem. Látjátok itt Melinda. Amúgy. Váltok, megnézzük, hogy... Megalálom a rotorral, vigyázzod! Jézus meg a Mária! Vigyázz! 200-an vagyunk a szerveren, gyerekek! Bedarálom ezt a köcsögöt! Jaj, morekáncsi fáncsi! Jé, de mi? Nem jön mentős? A meli... Papaszita, senki se segít itt a... Miért nem adnak nekem egy jó puszit? Senki se segít nekem, gyerekek! Nem Melinda Suma. Hát Meli, Melinek hívják, nem? Mi történt? Mi a szerint neve? Horizon Roleplay-en vagyunk, skacok. Horizon Roleplay-en 197 játékos van jelen pillanatban a szerveren. Adios amigos, ma muchas grandeba. Hallod, van egy tervem. Na? Segítsünk neki. Szépen felszállunk a repülőre. Ez nagyon jó terv. De ez, nem én ott... lesz itt a kújjá. Oh. Köszi szépen. Fia, ti nem segítetek a izének, a kopaszéknak? Elküldtek. Persze. De tényleg elküldtek. Jó napot, uram. Jaj, visszát. Jó, menjünk papaszít, a gyorsan mennünk kell. Szeretem, hölgyem. Szálljunk már főpa, nem tudsz vezetni. Én? Igen, te, bár úgy régen úton kéne lenni. Menjünk, gyertek. Hát az zöld autó tehet róla. Nem az zöld autó, te tehetsz róla.
Látok, elírtam azt a time időbeállítás, hogy szép időjárás jelentés legyen, ezt most megcsináltam. Ja igen, le kell állítani, és akkor nyisd ki most a izét. Na látod, megint nem mész. És látod, már nap is fősütött. Papacita, itt fogsz maradni! De nem tudok, ne, fogara, valaki felkap. Mennyi, indulj el. Várjon. Indulás! Nem várunk, mert jönnek a rendőrök. Menjetek vissza az étterembe, mondtam nektek, hogy legyetek ott. Itt a próbálja meg most. Mindegy. Szállj már följön a mentős! Szeret. Jövök utánatok majd. Szerettem magát. Ki föl tudsz állni itt? Természetesen uram. Csak takarodjanak el mögülem. Menjen már ébb uram! Jézus meg a Mária. Jézusom, indulj már meg! Azt mondtad, profi sofőr vagy. Menjél! Ez az! Nagyon jó vagy! Narrátor szerettek! A T-800-as a legjobb sofőr! Jaj, morekáncsi fáncsi! Be is vágok egy varázsgombát! Nem bírom ezt idegekkel! Hú! Na, elmondom, hogy mi a tervezet mára, jó? Itt, hogy mindenkit itt úgyis itt a VIP, ez ilyen magánjárat? T-800-as? Igen, uram. Az R-800 Airlines. Ó, még egyszer nem hallottam. R-800 Airlines. Oh my god, what is that? It's very, very good airplane. Where is the stewardess girls? Where is the stewardess girls? Előtted, uram. No. I would like to eat some sandwiches and some drink Coca-Cola and Fanta Sprite. Ha? Szolgáld ki T-800-as. Szolgálj már ki T-800-as. Kérem, adjált az úrnak, nem érek odáig el. Köszönöm szépen T-800-as. And very, very good driving this airport line. Yesterday! Oh my god, akkor nagyon hátra ültem. Na jó van, akkor T-800-as egy ruhaboltba be kell pattintsál. Mert oda kell rakni. Köszönöm szépen Andrának a 2000... Jajjaj, T-800-as, mi történik itt? A szemem is very, very, very English tudásai rossz. Ez tökéletes, itt le tudod tenni? Természetesen, bárhol le tudod tenni? Természetesen, igen. T-800-as azt kérdezte valaki, hogy miért nem is Zsozéval játszol. Válaszolj rá. Mert nem. Ilyen egyszerű gyerekek. Köszönöm szépen minden felére az öt. Mit el tudod tenni akkor specifikusan? Jajjaj. Jaj. Júj. És még meg is állunk. Jaj, de jó. Neked fog jönni a bolond fejük. Hey, tankolunk! Tankolunk. Na, átöltözök. Maradjatok itt. A palettóit a szokó ki tudjuk pattintani? Természetesen. Jó. Mi van ez? Mi van, itt vannak a kosztolnikék? Jó napot. Nincsenek itt. Mi a fasz, Soma, szevasz, anyád? A tiéd. Tik, megismertek. Nem ezt akartuk. Hát miért nem, mert rossz bankba vagytok, hát ti vagytok az embereim, hát miért ebbe a bankba vagytok? Másikba megyünk. Hát izé jött, hogy egy csimpike. Ki van itt, halló? Csimpike. Itt még van valaki? Nem tudom. Várjál, csak nekem ruha. Jó van, ne gyertek, menjetek, ne csimpikével, palettóba menjetek. Úristen. Csimpi, hol vagy? Rossz bankba vagy, hülye majom. Rossz bankba vagy! Nem azért jöttem ide! Ja. Nem azért jöttem ide. Jaj, Meli, nem nézhetek oda! Hülye gyerek, tudod mit csináltam? Fogd már be! Küldtem négy embert, aki felszólított és meg akartak téged ölni. Kérdezd meg a túszokat, én lőttem ki. Mi történt? Adjam el kis lőszert, mert beszállattak. Na várjál. Egy Mustang követett minket, és azt mondta, hogy hát fegyver van rátartva. És kilőttem mind a négy embert. Na várj, adok neked egy ilyet, nézd. Köszi. Ne nézz, éhesek vagytok itt úszok, nézzétek mit adok nektek. Tajszámokat mondjatok. Látjátok milyen rend, én egy rendes túszejtő vagyok. Na szépen, köszönöm. Nincs itt, na várjál, átöltözött már Melinda? Szólj már Melinek, hogy öltözzön már át, mert nagyon ideges vagyok. Szóljatok már a csajnak, mert nem várunk. Live-ot nézi, igen, hopp, T-800-as,
Eden, nem is mit? Hiszem el, hogy Somának a tussza vagyok. De nem Soma vagyok, mi ez a Soma? Ki ez a Soma? Ki az a Soma? Ki az a Soma? Kérdeztem valamit, ki az a Soma? Ki az a Soma? Halló tessék, jó napot, de ki a Soma? Nem ismerem. Ki végzés? Jó, nincsen. Melindának szólj már, hogy öltözön gyorsabban. Hogy hívja magát? Engem? Károly Bosi. Ahova teszem a kezem, ott pénztere, mi van csimpike, mi van? Mi van? Mi van csimpike? Mi van? Nézed, adj a csimpinek egy, adj neki egyet. Egy pofont. De ne az a nagy izével, vastag. Hívd már ki a poszt. Na mi van? Koszor, nem lehet? Lehet vagy nem lehet? Apa lehet, nem tudom, hogy lehet vagy nem lehet. Hát nézd már meg, jó, oké. Okay. Jó, koszolnék, elmondom, mi lesz a következő terv. Kell neked most minimum 5 ember felkapása. Soma, hogy van itt, de nincs érünk. Jó, akkor valaki, jó. Oké, okay. Koszolnék, nem mondhatom a lényeget, nem hallgatsz hallgatom, meg. Hallgatom, persze, itt vagyok. Hoznotok kell 5 smart darab autót, bocsánat, 10 darab smart autót. Jó, azt elintézem. 10 darab smart autót hozzatok, ti is tudszok, segítsetek. 10 darab smart autót hozzatok, hozzatok. 10 darab smart autót. Hozza, akkor jöjjön velem 10 ember. Jó, ja? Jó, akkor van a csimpi. És hol tudok olyan kiválni? Maradj, csimpi, 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 figyelj, van egy fontos feladat, segítened kell Kosszolniknak, 10 darab, szálljatok be a kocsiba 10-en, és 10 darab smartot kell hozni, jó? Smartot, 10-et, 10-et hozzatok, jó? Jó. Hozzatok ott a másik kocsi is. Kocsi? Jó. Az egy szar, az nem. De azzal kell, és a Kosszolnik tudsz, van nálad, nem? Jó, oké. Okay. Figyelj, smart, smartot hol tudok venni amúgy? Jaj, jaj. Nem tudom, elintézem Jézus szemeimmel. Jó, oké. Okay. Oké, okay, 10-et hozzatok, jó? Oké. Okay. Gyere. Papacita. Szállj már be. Elmondom, mi lesz. Beszélek itt a izével. D800-as, egy különleges feladatot szeretnék adni neked. Hol van? Természetesen, uram, itt vagyok. Gyere, szállj ki. Elmondom neked. Csak te fogsz rotulni meg, papacita. Ugye mondtad, hogy az FBI az valamit tud rólam, ugye? Azt meséltél valamit. Miket tud, azt mesélted, Ici? Egyelőre az ön bázisuk helyét és a kinézetük többségét. Várjál egy másodperc. Sanyi bátya, 10 ember egy kocsival, az nem non-RP? Hát Sanyi, most én nem szerették nagyon belemenni dolgokat, de én szoktam munkásokat látni munka után, hogy nem 15-en ülnek egy Suzuki Silverbe, hanem 15-en. Szóval, hogy a... Szóval, hogy szerintem megoldható egy 5 személyes autóból, hogy néha beszáll 10 ember. Lehet, hogy ti is láttatok már ilyen autókat, ahol az 5 személyes autóba 10-en ültek. Hát, ahogy látható, azért RP-ben azért szerintem megoldható. Mi is ezt a példát vettük. Na mindegy is. Na, visszatérve, mit tudsz most mond a lényeget, elnézést. Elvileg a bázisuk igen. Helyét és a kinézetüket. Uh-huh. Akkor pirosak. Jó, akkor elmondom most, mi lesz, jó? Figyelj rá. Mondja. Oké. Annyi lényeg, hogy te fogsz maradni a repülőbe. Lesz egy bázispont, ahol igazából oda fogunk menni, oda fogunk menekülni. Hídon mennyire tudsz felszállni? Vagy melyik hol tudom? Bárhol felszállok. Jó, de amivel nagyon gyorsan be tudunk szállni és föl tudunk szállni, azt hol tudjuk megoldani? Keresés folyamatban. Menjetek el, skacok! Komoly tárgyalás. Nézd meg. Kérlek. Ezt hol tudnánk megoldani? Attól függ, hol lesz a bankrablás, melyiket rabolják. De várjon, itt várjál T-800-as, innen el szeretnénk menni, szóval egy olyan helyet, hogy oda fogunk menni kocsival páran. Csak az exkluzív emberek mennek oda. Érti? Keresés folyamatban. Hát vagy átmegyünk a reptérre, nem is akkor ott? Az nem jó, valamilyen vad helyszín kell, amire nem számítanak. Nem, várjon, nem tudunk egy olyan helyszínt mondjuk, várjál, T-800-as, figyelj. Beszkendeltem a vatnézőt. Várj, T-800-as, nem tudsz egy olyan helyet mondjuk, amiről mondjuk, hogyha kiugratsz, akkor egyből levegőbe vagyunk. Szóval, hogy igazából nem kell nagy... Szkendelve. Jó, oké, hol tudjuk megnézni ezt? Autóban. Fegyverekre szükségünk van. Nézzük meg, várjál. Szkendelve? Az, például. Várj, megnézem. Egy másodperc. Térkép, ugye? Kisebb emelkedő van ott. Aha, jó, ott fogunk találkozni, viszont... jó? Ott fogunk találkozni, oda kell szálljál. Tudod a telefonszámomat?
Nem. Jó. Az hogy, újat nem. Az, és hogyan tudom, várjál, hogyan tudom, a tiédet add meg, jó? Várjál. Uram, vagy tudok még jobb helyet. Jó, akkor jelöld be azt, csak messzebb legyen. IC van a jelentkezés, kacok, IC. Na? Az, szálljon be, kérem. Beszállok. Egy másodperc. De már elkezdtük meghozni. Nem mondom a telefonszámom. 0670, nyomd meg a sekkel. Na, ez az új hely. Ott nagyobb ugrató van, nagyobb szakadék. Jó, oké, akkor ott találkozunk. Jó, oda fogunk menekülni kocsikkal, jó? Rendben, uram, mondja meg a telefonszámát. Jó, mondom egy másodperc, először a telefonomat. Nem, te mondd a tiédet. Rendben, mondom. Jó, egy másodperc. Itt vagyok. De én nem Soma vagyok, takarodjad már innen. De szállj már ki, bratja, ezt menj már vissza a bankba. Te veled vagyok, várjál. Tudom, velem vagy, de a bankba mennyi, mondtam neked. Jó, megyek. Na mondjad a számot. 069. Ez miatt a tököm felettünk. 06. Úristen, igen repülőt szerettem volna. Na mondja 06, nem adom. 069. 9. 53. 53. 59. 59. És csörög? Csörgessem? Csörgessem, kérem. Jó számot hívok? De jó a telefonszám. Jétén is kint ez, gyerekek, Youtube-on is kint ez. Tiszteletem, uram. Hallda. Szállok a szolgáltatásaira. Okay. Köszi. Jó, akkor a szokásos helyen találkozunk, jó? Rendben, uram. Ez mi? Repülőgép. Jézus már. Munka. Ez milyen repülőgép? Le tudjuk lőni, hogyha visszamegy erre? Uram, le tudjuk. Akkor fedd el a fegyvert. Elvéletleg, uram, szkennereim szerint. Igen. A repülős munka a repülője. Ez? Igen, és trollkodik, mert visszafordult. Jó, oké. Akkor tűzparancs aktív? Na, jó, T-800-as hívlak, hogyha indulunk a repülőt, azt tedd oda, oké? Rendben, uram. Oké. Tudja, mi lenne a legjobb. Na mi? Egy nagyobb profi repülő. Jó van, majd lesz nagyobb profi, ezt tanul megvezetni. Na meghoztátok a kocsikat? Meghoztátok a kocsikat? Halló. Jó, gyertek! Hova a kosztolni? Hol a kosztolni? Jézus, de hogy hozták? Prodi vagy Soma? Ja, Prodi, azt hittem profi. Ja, profi, a Victoria, thank you very much. Tényleg az vagyok, azt hittem a kezdő, hogy a Prodi vagyok. Majdnem azt mondtam volna, hogy igazad van egy kicsit. Néha szoktam az is lenni. Csíkos! Csíkos, ezt tudtam intézni, ne viccelj. Na figyeljetek, Prodi, menjetek be hátra. Menj be hátra, megbeszéltük, Steve Stifler, szerettek téged, tesó. Ezt el szerettem volna mondani. Nagyon szerettek téged, tesó. Imádlom. Gyere már, bratyász, te mit csinálsz, Lőrinc Gusztáv? Halló? Lőrinc Gusztáv, szedd már a papaszit a motorról. Figyelj, ma izétnek nem tudsz szólni a izének, a kosztolniknak? Hája? TE! Kilőttem a motorját, tesó! Szép. Ez az. Na. Lőrinc Gusztávot tedd be! Kosztolniknak tudod a számát? Igen. Na várjál, tesó, ott van az egy ember, ez jó lesz, gyere! Kezeket föl! Mondom, kezeket föl! Adj neki! Rám jött! Adjatok már neki papaszita, nem ezért fizettek! Jó, elmegyek fegyverért. Jó, gyors lesz. Megint jön a repülő. Ott a kutya! Van még egy fegyvered, jövök veled! Állj meg! Papaszita. De várj, a kosztolni kik hol vannak? Ott jönnek. Vigyelj, jövök. Megvannak a cuccok? Meghoztátok, jó, királyak vagytok, figyelj! Koszolnik, add a cuccokat, ki kell pakoljuk. Okay, az húsz, az gyere! Kezeket föl, itt a rendőrség! Bocs. Pitbull kutyát küld haza. Hol van? Ott van a motorát. Jó, mindegy, notoz át az urat. Várjál, odaadom először neked a kraftot. Jó, kösz. Dick, meg akartál vanni a... Nyugodj már meg! Azt hiszem ezek kellenek hozzá a fejből. Köszönöm, motozzál! Valakire Zsozi atyánál nincsen az, amit. Hát igen, de a Zsozi atya azért másfajta RP-t csinál, én azért spontán csinálom a dolgokat, szóval. Akkor én meg azt mondom, hogy hello, na. Hello, van nátok meló? Megérkeztem, maradjatok csöndbe, rablás van, túszok lábra, földre, fel a kezeket. Itt egy rablás folyik.
Mindenki külön kis autóval fog menekülni, jó skacok? Képzeld el, tőlem szárazok a kobolt szó. Képzeld el, nem, mert tőlem. Várjátok. Füzetésemelés lesz. Intézzük a ki... Jó, akkor kocsikba szálljunk be. Tudom. Kocsikba szálljon mindenki egy kis kocsiba. Kis kocsiba, mindenki kis kocsiba. Ús, megvan. Futál. A erről mi a vélemény? Nem játszottam még az ARN skacok, szóval nem tudom, hogy milyen szerver. Szálljon be mindenki, nem elhajtani, beszállni, hátra szálljon be a túsz is! A maradék kis kocsikba! Ne ide szállj be! Kocsiba, amiben nem ül ember! Ott van hátul kettő! Kettő van hátul, ugye gyerek, itt van mellettem egy! Jó, még egy ember, hallod? Ti telefonos, telefonos, mit csinálsz? Gyere már ide! Szállj már be! Úristen, ezt lefogom! Bolond vagy, ember? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Szállj be a kocsiba! Szállj már be, ott egy kocsi! El lehet mondva, hol? Futkos volt! Ott van, bozd meg! Már ki lett törölve, te agyhalott! Lőrinc Gusztáv, tudod mennyi eszed van? Mennyi? Ennyi! Tre! Te NPC! Mi a rendőrség? Raboljuk a izét! Milyen ki a helyen? Elnézést, csak be kellett, menjünk be! Mindenki befele, rablás van! Megmaradt a helye. Túszok is! Szia Jimmy, szia Barikám! Szeretek te show! Na jó van, skacok, a túszokra vigyázzatok, a túszokat pattintsátok be! Mindenki na, uraim, akkor menjünk hátrafele. Így van, mindenki kultúráltan viselkedjen, és normálisan, jó? Csimpit nem engedte meg, hogy hozzáérjön a pénzhez. Segítek, segítek, gyorsan. Minél gyorsabban nagyon. Odaadom. Te tolj vagy, majd meglopsz megint. Csimlis ez a csimpán. Te tolj meg! Maradjál már! Akkor rendőrök közben. Ott van. Hú, tiszta ideg vagyok. Skacó, füzetésemelés lesz, beszélek itt az OTP SMS-ével. Maga a legjobb. Köztesó, köszönöm, tudom. És yesterday. Yesterday. És a csimpi a legjobb. Na hát, jó, raktam, de a frakció számára raktam egy kis pénzt. Na látom. Lesz! Várj, uraim! Uraim, egy másodperc elnézést kifutottam, ne lőjenek, elnézést. Első körben azért szerettem volna, nincs telefonunk, és azért szerettem volna közülni, hogy van túszunk. Ezt el szerettem volna. A második meg, amit el szeretném mondani, hogy yes! Yes! Yes, tudni, és sose kaptuk el! Pratyaszok! Nagyon nagyon elhiszik amúgy a zsaruk. Halló, Csimpi keményen beszél a zsarukkal, nagyon elhiszik magukról. Na jó, akkor most elküldje a melegebb ételetet. Jó, várja. De nem úgy melegebb, a határozott stílusban beszélj majom. Mi a tökös? Halló, 10 másodperc van kihekkelni? Ezt nem értem. Várj, elindítom újra. Ilyen kevés, mi a ne? Várja, hogyha elrontom, akkor kevesebb idő. Miért nem volt jó? Na, már egyből jó vagyok. Na, fejezd már be, Csimpige! Hallod? Kosztolni, kosztolni! Hol a kosztolni? Jó napot! Hova menjek? Jó, veszem le a főnök, főnök! A kocsik, a smartok összelettek, izé visszatolva, mert rendőrök belementek. Jó, van mindegy, majd beszállunk mindenki külön kocsiba, jó? Azt mondd el mindenkinek, jó? Mindenki, amikor kivegyük, mindenki külön kocsiba. Külön kocsiba? Hogy kell kiekkelni? Az elbetű. Igen, papaszita. Bárki támad. Viszont külön kocsiba kell szálljál, papaszita, jó? De úgy nem tudok közbelőni. Jó, akkor szállj be hozzám, jó? Elmondom, mi ez, papaszita. Mennyire vagy feláldozható kedvedbe? Megvédenél engem az életeden árán is? Jó. Oké? Meg... Jó, akkor elmondom, mi ez. Oda fogunk menni, tudod? A helyre. Te fölteszed a kezedet. Te sajtottad, hogy jöjjek taxiba. Na, várja.
Te elmondom neked, na figyelsz, barátom. Mondom a lényeget. Hogy lesz a többieknek nem szabad mondani, jó? Szerintem tudom, mire gondolsz. Jó. Fölteszed a kezeket, én majd beszállok a repülőbe, mint hogyha megadnád magad. És amint elkezdünk szállni fölfele, te tüzet leadsz, jó? És amennyit tudsz, elviszel. Akit tudsz, jó? Papacita, szeretetek, te elpusztítatottan vagy. Szóval úgy legyen, hogy így állok. Leteszem a kezem, és jövök. Igen. Majd amikor beszálltam, amikor már biztonság vagyok, jó? Amikor már felszálltam. Igen, igen, amikor már úgy van, hogy biztos pozíció vagyok. Itt vagy, Sógi? Gyorsan kell. Ide nem kell TeamSpeak. Nem kell TeamSpeak, tessék? Gyorsan kell, hogy előtte átkutassanak ennyi. Igen, azért mondom, hogy gyorsan kell. Mondod, megadom magam, elnézést, uraim. Mondod a hülyeségeket, jó? Mondd a csimpikének, maradjon csöndbe. Na, skacok, amúgy nagyon komoly. A mai streamen eddig 370 új követő jött, amit nagyon-nagyon szépen köszönök minden egyes gézengúznak. Ha 1300 néző meg lesz, akkor konkrétan azt el kell mondjam, hogy néző rekordot csinálunk itt streamen, és hogyha 450 új követőnél több van, akkor meg milyen rekordot döntünk, akkor meg új követő rekordot is döntünk, azt is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen Dávid Szabónak a ajándékokat. Vette egy szuperzet, jó tetted, barikám? Helyen? Nem vagyok veszett, csak végre a beszedésem a gerincemről eltűnt, és most valamit tudok. Hú, de hülye ez a majom. Ritka. Bocsánat, de most nagyon élvezett. Főnök, nem tudok koncentrálni. Nem tudok koncentrálni. Padakin, köszi az aimait. Jól vagyok. Igen, jól vagyok. Kérhetsz bármit, baby. Jön a tárgyaló. Jó van, beszéljen vele, csimpi, jó, addig se engem zakra. Köszi szépen, Palaking, a 21 darabot. Papacita, akkor be tudod vállalni a minden áron mindent is? Szeretek, imádlak. Best vagy, köszönöm szépen. Soma egy sportkocs is. Remélem, nem fogok csepregetni. Meg akar akadályozni. Hát akkor az, majd szólok majd egy jó istennek, hogy figyeljen. Várjál, csak itt beszéltem itt a fejemben lévő istenségesekkel. Tudom, hogy kell, Bencsik, én profi fúró vagyok. Itt a gézengóz, ezzel nagyon jó, játszok, PS5-tel nem lehet. Jobbra teljes szabadutat, jobbra! És igen, és a többiért? Hány túsz van? 5, és abból 2 a teljes. Darat 3. Pénz 100 000. Jó. Azt magadnak. Mi a lényeg a hackkelésnek? Hát, hogy ki kell hackkeljük itt a dolgokat. Hú, gyerekek, mindjárt megvan a 200 000 like is. De nem akarsz átjönni hozzánk? Hogy érted hozzátok átjönni? Nem értem. Benji, ezt, vagy hova kéne átmenjek? Nem pitel senki? 194-en vagyunk most is a szerveren. Most mit csinálsz? Hát egy bankrablást. Család? Jaj, taxi. Skacok, nem barátkozunk, csendben legyünk, kérek szépen. Nincs izé, mizé, jó? De gyere, főnök, az úgy, hogy velük távoznak a túszok. Szia! Jó napot kívánok. Na figyelj, 2 túsz kell nektek akkor előre, 2 darab szabad útért? Már kész van a szabad jó, út. Jó, akkor a 2 túsz kell, ugye? Megyek. Igen. Jó, akkor kiengedünk 2-t, jó? Jó, 2 túsz kimegy. Még egy kimegy. Jó, még egy túsz hozzá, majom pofa. Jó, hát itt van meg. Majom pofa, hozzá egy túsz. Jöjjön egy túsz! Egy darab! Jöjjön egy, menj ki! Itt határozó stílusba beszélj, Stifler! Kiment még egy túsz. Hallod itt, koma? Hogyha te nem tudok boxolni, ti se tudtok boxolni? De. Az előbb a csimpi sem tudott. Miért támadja a... Miért támadsz meg be a boxolónak, hiszed magad? Bocsánat. Elnézést, csak itt a zsebembe is. Jó, akkor bocsánat. Elmondom. Kiadtuk a 2 túsz, de túszokat vigyék már el, mert amúgy ott állnak a kocsinktól, nehogy eldobjanak egyet. Vigyék el a túszokat, már fogják köpni az egyik. Mert nem leszek kegyes magukkal, nem leszek kegyes, érti, ura? Igen, jó, akkor ezt megkapták. Kaptok 2 túszot, 1 túszért szeretnénk 100 000 dollárt. Fikcióba. Hozod a pénzt, meg a 100 000-et! Bolondba. Egy túszér 100 000-et kérnek ha. Itt az ürök. Igen, pénz meg 100 000-et! Mondd be a rádióba! Tessék. Pénz meg 100 000-et szeretnék. Ez nem teljesített. Miért nem teljesített ő?
Miért nem teljesen? Jó, akkor három... Hozd a pénzt! Mondja, Steve Sifter, mondd még egyszer! Hozd a pénzt! Még egyszer, nem hallotta! Hozd a pénzt! Jó, hol az akcióparancsnok? Várjon, akkor... Miért nem teljesíteti a 100 000? 200 000, állj, köszönöm szépen mindenkinek, skacok! Azért nem teljesíteni, mert nincsen vezetőségi tagja. Jó, akkor jó! Leesett a vércukra az egyiknek! Jó! Hol az akcióparancsnok? Jöjjön ide, ő is, csak ide, mert Steve Sifter akar vele beszélni. Azt kérik, hogy jöjjön ide az akcióparancsnok. Mert Steve Sifter akar vele beszélni. Azt mondja bele, hogy Steve Sifter akar vele beszélni személyesen. Küldje neki 2 túszt, és hogy ide jön. Milyen... Jó, ne viccelődjünk. Milyen túsz? Mikről beszéltek? Itt nincs túsz, haversám. Ha egyébként mindjárt befoglak téged túsznak. Mondd neki, hogy jöjjön ide, mert kiküldtünk, már 2-t rendesek voltunk. Közben intézik a telefon. Ennyit ér az ember kedvessége. Igen. A kedves az ember, ezt kihasználjátok. Hogy jöjjön ide az akcióparancsnok. Jöjjön ide az akcióparancsnok, mert már így is kiküldtek 2 túszt, és kedvesek voltak. És már kezdünk feszültek lenni. Már nem bírok magammal. Steve Sifter ideges, mondja be rádióba. Nem bírom kimondani a neve. Steve, halló, hallasz? Csak úr, itt vagyok. Pozíción vagy? Én uram, elküldtem egy koordinátarendszert. Jó, figyelj ide. Egy 5 perc múlva szerintem indulunk, jó? Rendben, uram. Legyen része. Csókolat. Uram. A mamájával jó. Beszélt, hogy, igen, hogy a pozíción van-e a sütiket. Igen, nem mamá... Nem értettem ebből semmit. Mamámmal beszéltem. Mert főzött finomat, és oda kell érjek 5 perc múlva, mert babgulyás a főleves, meg főleves csinált. Csopcsopba megyek kaján, 5 percem oda érve a csopcsopba. Ádám Security kedvencét enni, a Starappon főlevest, tele hússal. Köszönjük az 1300 nézőt, és mindenki kövesse az FFK 22, csak a 10%. Szeretnélek tájékoztatni, főnök, meg lett az 1300 követő. Yesterday! Yesterday! Megvan az új rekord, yesterday! Nincs meg még, tesó. Azt mondtad ezeket. 1003 a rekord. Követelések. Most igen. Na uram. További követelések. Na a további követelések, el szeretném mondani, hogy micsoda kedves uram. Jöjjön ide az akcióparancsnok, mezakar, betakar. És én akarom, hogy nem akarom. Itt mindenkinek mondom, hogy a kis smarta mindenki össze-vissza menjen, hogy összezavarjuk itt a kobold fejét. Kobold zsaruk fejét. Bocsánat. Kobold. Adj neki is. Jó, jöjjön ide az akció. Én nem vagyok bebeszesedve. Jó, ne izéljünk. Jó, akkor fecó, köszönöm. Jó, oké. Okay. Jó, itt az akcióparancsnok ide jön? Hol van? Jöjjön ide az akcióparancsnok, azt szeretné. Igen. Igen, te. Most van kajája. Várjátok. Imádkozok egyet, itt a jó istenek, 413 gyerekek új követő van. Fecó, köszönöm szépen, úgy zsizsiet. Ha még 50 ember bekövet, akkor lehet, hogy új követő rekord van, skacok. Az viszont az brutális, és azt nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ha ő ide jön előre, akkor utána mi kiküldünk egy túszt. Jó, igen, jó, egyen kiküldünk egy túszt az akcióparancsokért. Jó, kiküldenek egy túsz, hogy ide jön az akcióparancsnok. És Steve Sifter, de várja. És Steve Sifter fog vele beszélni. Ezt mondja bele, mert ide fog jönni, ezt le fogja puffantani. És Steve fog veled beszélni. Steve Sifter! Steve Sifter. Úristen, jön már az akcióparancsnok? Maga mondja a sárga bögre, görbe bögre, és akkor jobb lesz a tudja nyelve. Vagy a nőkön szokta így. Vagy hogy répa retek magyarul. Sárga göbre gübb. Majdnem, haver, majdnem. Nézze, itt van egy kulcs. Jöjjenek ide előbb, és kiküldjük a túl. Sárga göbre. Jöjjön ez a... Jó, Steve Sifter! Jó, Steve Sifter! Te menj ki! Steve, határozottan mondd neki a pénzt, hogy Steve mennyi. Ne menjen be! Steve Sifter kimegy önökhöz! Jó, oké, az akcióparancsnok, kimegy a Steve Sifter beszél! Menj ki! De maradj már csődbe, csimpike! Ez egy közös akció, uraim! Steve Sifter beszél velük, ha határozott Steve-be, tudod? Valakinek van itt a lejtátul. Nem hallok, Steve! Melyik a Steve? Steve Sifter. Steve Sifter, itt vagyok, személyesen, uraim. Itt van, uram, itt van Steve Sifter. Pénzről van szó, 100 000-ről, ide be kéne hozni, uraim. Mi az? Hogy, azt hogy értük, uram, ilyen nincs? Hát de van. Mi azt kértük egy darab, vagy 2 darab túszért, 100 000 dollárt, egy túszért. És pénzt. Maga tudtam, a főnöki pozícióban van, nekem ez csiripelni. Csoda. Ne hazudjanak, uraim, mert ez nem szép dolog. Steve Sifter, határozott stílus, vedd elő most! Ez nem szép dolog, uraim! Most kell a pénz! Mert kaptak egy állást, aztán...
Belézhetik a seggömbbe. Jó uram, nekem is sok minden kevéssel adatik meg. Most a pénzt vagy. Hát meg ilyen csúnya vagy. Meg ennyi eszed van. Jó, akkor az akcióparancsnokkal így beszélnek. Hát így beszélgetés. Hát igen, csúgya, hát most elnöltetni, neked is kértünk pénzt meg 100 000, Steve Cipher mondd meg neki határozottan. Hozzák a pénzt, uraim! Most mondd neki! Mondjuk 100 000 dollárt, ide most! Nincs kegyelem! Nem hagyjuk, nem teljesíthető, el lett. Hát ilyen nincs, uraim! Akkor meghallnak a túlszok, na? Jó, rendben. Ilyen könnyebb, hol mennek? Na jó, van, akkor megöljük. Így játszunk, jó. Ne! Nem, ugye megijesztem, hogy itt a lelődébe. De ott van a túlsztályzat. Ó, egy kicsit a fejem. Meghaltak a túlszok! Nem mondj ilyet, ne fogom kérni. Meghaltak a túlszok! Nem mondj, menj el. Viccelek. Nincs, hogy bemegy a mód. Halló. Napot, főnök. Szép napot. Halló, uram, most miért jött, még kik jöttek be? Önök emberei? Küldjék ki őket, Egy kék meg egy piros. Jöttek mákos gubázni. Ja, hát de maguk nem vigyáztak ott a pozícióra. Nem kéne, uraim! Nem pugács az. Jó, inkább a... Várja, inkább a izékre fogjad, a túszrokra fogd a fegyvert. Hogyha bejönnek, akkor, hogyha be fognak hatolni, vagy izé, akkor lelővitek őket, jó? De nem akarunk. Jó, uram! Nem akarunk itt már, már akarunk menekülni a maradék két túlszért, akkor azt szeretnék, hogy 3 másodperc szabadult, jó? A maradék két túlszért, 3 másodperc. Szabad. Mi? Jó, oké, akkor az a maradék kettővel. Tessék. Maradék kettővel távozunk, jó? Jó, a maradék kettővel távozunk. Most indulunk, jó? Hello, uram. Jó, maradjatok már csöndbe! Most fogunk indulni! Szóval, hogyha mehetünk. Egyet küldjenek ki. Jó, egy túsz, most menjen ki! Menj ki! Fogd már be, csimpi fanboy! Na! Jó, húzás! Ennyi már! Húzás! Mondd neki! Jó! Húzás kifelé! Skacok! Mindenki! Nem kocsiba, menj már innen! Jó, figyelj, mindenki! Igen, indultunk, mindenki külön kocsiba! Papaszita, te velem! Mehet! Papaszita, gyere ide hozzám! Menj majd, ne! Kiszállítom! Papaszita, gyere! Mehet! Hát elsüllyed! Menjél már, Papaszita! Azt a rohadt, kösz, Papaszita! Jelölöm a pozíciót. Jó. De várjál, hol volt? Szerintem... Megvan, ne jelöld! Meg... Menj már innen! Neked megvan? Meg, igen. Jaj. Bocsánat, uraim. De két perc nem is lehet. Pussolja már. Hát elő. Hát elő. Hát szálljanak ki! Szálljanak ki! Mindjárt kiszállunk, uram! Szálljanak ki! Uram, miért driftel? Szálljanak ki! Ne drifteljen, uram! Patekosba! Szálljon ki, uram! Csakalok ki! Szálljon ki, uram! Nem tudok, uram, nem tudok megállni ezzel a kiskocsival. Uram, szálljon ki! Hú, messze vagyunk? Nézd már, megy. Én nem látom a jelölést. Mindjárt. Mikor van pit parancs? Hogy van pit parancs? 2 percet várni kell, de degenerált. Pit parancs. Az szép. Oh. Nektek nem fáj? Szálljon ki! Pit, de hogy van pit parancsotok, amikor 2 percetek kell várni, azt megkérdezhetem? Mind a 2 FBI-s kocsit kilövöm a faszom. Nem érted? Kilövöm mindent. Uram, szálljon ki! Aha! Én kilövöm, eldémézett. De milyen eldémézett? Szálljanak meg, be vannak boxolva! Szálljon ki! Hagyjátok a fenyegúrát! Szálljon hát, uram! Hát amúgy... Felek a kezekkel, uram! Fel a kezekkel, ezeket fel a kormányra, szálljanak ki. Igen? Fel a mancsokkal, fel a mancsokkal. Szálljon ki, uram. Ne, uram, ne tegyék, itt vagyok, túsz. Itt vagyok, túsz. Ha lefegyverzik őket, meghalok, meg fogok halni. De amúgy is nem lehet 2 percig pitelni amúgy. Kezeket fel, uram. De uram, amúgy maguk mélyen rossz indulatúak amúgy, azt megkérdezhetem? Mert van egy ilyen égi szabályzat, hogy 2 percig nem is lehet pitelni. Hát tudom, az FBI autista, tudja, hogy van. Nem én pitelhetem. Mi az, hogy az FBI pitelhetem? Uram, senki sem pitelhetett, van róla a videó. Testkamerám, úgy mondom magának. Fordulj a kocsi felé. Én értem, de akkor hívjak akkor istenséget? Nem muszáj.
Csak mert ez nem volt túlságosan korrekt amúgy. Tudom, FBI-nak lehet pár. Hát de mi és akkor itt folytatjuk, hogy FBI? Várjanak már percet. Hagyd el Alejandro, szálljanak be, azt menjünk tovább. Jó, nekem azt nem mindegy. Hát most két percet miért nem lehet megvárni amúgy? Én vagyok a majom király. Továbbra is az FBI-nak panaszkodja, nem mi volt. Hát de... Hova megy? Hát most elengedték mindig. Engedd. Nem várjátok le a két percet, barátom. Vegyétek le róla a bilincset, vedd le. Na most papasz. Ne szórakozzatok, vagy levárjátok a két percet, vagy akkor intézzük másképp. Várjátok. Egyébként itt a lila halú, itt a lila hajú, hallod de merán. Nem én vezettem, nem én vezettem. De senki se vezeti, mindenki azt hazudik. Ezt én vezettem, de mi nem is kiteltünk. És amúgy tényleg amúgy a rendőr, a PD az most korrekt volt amúgy, ők szóltak. Leveszem rólad a bilincset. Menjünk tovább. És azt kell mondjam, hogy a PD amúgy korrekt volt amúgy. Köszönjük szépen, puszillak. Csak a PD. Na, én meg köszönöm, hogy meg lehet csinálni még egyszer. Akkor most kettő perc újra. Jó. Újra nézd már megint kezdi, te fogyatékos, te tényleg fogyatékosak vagytok? Mi a faszokban? Helyjél már, ne hülye gyerek. Geci, el se lehet kezdeni, amúgy komolyan nem értem. Figyelj már ide, te direkt csinálod amúgy? Én nem csináltam semmit, én itt ülök hátul bent. De nem, a vezetőnek mondom, kiüljön. Igen. Te direkt csinálod amúgy? Nem direkt csinálom, nektek se mentem. Ember, nem az, hogy beállsz elég, hát el se tudunk menni. Szállj ki, légy szíves, sok hát tényleg amúgy, hogy tényleg az FBI ilyen legyen, amúgy komolyan mondom. De meg van beszél, hogy két perc ilyen, mert kivitel, el sem engedtetek el. Hova menjek, te sok? Ezt nevezik úgy, hogy horizon roleplay. Hát ezt nevezik úgy, hogy degenerált fogyatékos vagy, ne haragudj meg, és elmegyek utána közmunkás, de tényleg az vagy. Neked ki van jelölve? Nekem mi? Úristen, te sok. Nekem ki van, aha? Valami, amúgy tényleg a rendőrség, amúgy rendes korrekt, meg a serifség is, és van egy-kettő ilyen izé, amúgy. Ja, az öt hajóval velem is bajom volt. De amúgy elmondom neked, olyan rendes volt az izé, a rendőrség, meg a serifség, hogy nem tudok rájuk egy panaszt sem mondani, mert korrekt volt mindegyik, csak egy-kettő ilyen túlbozgó volt ilyen amúgy. Azzal az öt, meg rúzsaszín hajóval velem is, nekem is bajom volt, mert képzeld el, így emlékszem, hogy... Álljon meg, uram! Ajja, fejem. Álljon meg! Uram! Hagyják el, uram! Hagyják őket! A papász... Én voltam a túl! Nem bántson! Jöjjem őket! Dehogy ember! Remélem odaérünk időbe! Netes lesz! 1300 néző van, rekord! Attól függetlenül, hogy ilyen kocsival nem nagyon tudok menekülni. Netes lesz? Nem biztos, hogy odaérünk. Hány perc van? Nem tudom, hát hogyha újra kezdtük, akkor még... Jó papász, itt tudod, hogy ha kiszállsz, akkor... Akkor itt izé kell, mit kell csinálni. Igen, igen. Tudom. Mennyi idő? Szerintem még egy perc, 27-kor már lőnek, én úgy számítok rá. Ebben mindjárt pitelhetnek. Ja, tényleg lőni csak 5 perc után. Igen. Lőni. Akkor még van idő. Most már pitelhetnek. Új. Most már mindjárt lehet, hogy belőttek minket a Dunába. Valahogy cselesz ki őket. Ajaj. Ne! Itt a szélén, itt a szélén. Ajaj. Jó. Uram, Dunakavics! Szálljanak ki, uraim! Uram, ne... Ki fogunk szállni? Jöttük tájat nézni. Kiszállunk, megadjuk magunkat. Szálljanak ki! Csak szálljanak ki, uraim! Szállok, papaszita volt, tehát ő terveltek az egészet. Most volt az egész fél, hogy nem hívjon senki. Baj van! Baj van! Papaszita, baj van! Hol lett a papaszita? Ott van el! Szálljon ki, uram! Szia, mamma! Ide vagyok az úrhoz, bilincset rakok a kezére szépen. Ne bántson, uram! Szépen bilincset, elkezdem a zsebét. Ne bántsanak! Megijedtem, papaszita barátom, terveltek az egészet! Papaszita tervelte ki az... Ah! Papaszita tervelte ki az egészet! Uram, álljon meg! Uram, álljon. De papaszita tervelte... Uram, maga, esküszöm! Nem baj! Papaszita... Ah! Megálltam! Az úrhoz ráfekszek az úrra! Ah! Papaszita tervelte ki az egészet! Papaszita volt! Akció! Akció! Papaszita volt! Az úrra beszállítom a gépjárműbe. Védni. Nem akció! Papaszita volt! Halljak meg! Besegítem itt az úrral, kinyitom a gépjárművet, besegítem itt az úrral. Wow, papaszítás!
Várjon uram! Föl kell hívjam mamámat! Föl kell hívjam mamát! Föl kell hívjam mamámat! Föl kell hívjam a barátnémet, hogy shitre kerülök! Majd később. Hívom a barátnémet, hogy shitre kerülök! Shitre kerülök! Meg... Jogó! Uram! Szia szerelmem! Vizu! Kicsit késni fogok, mert lehet, hogy bevisznek előzetesbe. Miért? Kiraboltam egy Manna ABC-t. Éppen elkaptak itt a zsaruk, annyi történt, és hogy lehet, hogy előzetesbe raknak ki, be kéne jönnöd látogatni. Viszek neked csomagot. Az jó lenne. Meg kávét, jó? Kávét, meg... Most majd lehajolj le! Én sosem hajolok le semmiért. Még a szappanért se. Abba te vagy a profi. Azt hallottam. De most az előzetesbe visznek, gyere már be amúgy most már ki, hogy nem csináltam semmit. Papacita tervelte ki az egészet. Jó? Jó, megyek. Tudsz segíteni? Csak azért mondom, kicsit kések, mert itt bevisznek az ősre. Csak azt mondom. Meg mindig el szoktam menekülni, csak rossz autót választottam. De megengedték, hogy egy utolsó búcsú hívást tehetsek veled. Meddig vagy bent? Hát meddig vagyok bent, biztos urat? Hát, a lehető leggyorsabbak leszünk. Azt mondja, gyorsan végzünk, azt mondják. Gyors, meleg? Igen. Ismerős neked, nem? Na, le kell tegyem, ma rám szólt a biztos úr. Jól van. Viszhal. Maga egy igazi nőcsába. Elnézést, itt a papacitával beszélnem kellett. Gyors hajtás ügybe bevisznek. Jó. Köszönöm itt a rajtót az úrnak, kikötöm az övét. Köszönöm szépen, hogy megengedték, hogy ezt elbúcsúzzak a barátnőmtől. Hogyne. Köszönöm szépen. Még kisegítem az urat a gépjárműben, nagyon jó. Urat, ismét vezető szára fogom. Egy másik vagy nem látsz? De látom, de fölmegyek én normális azok, viszont van egy ügyvédem, van egy majom ügyvédem. Egy majom ügyvédem. Minden a fehér, köszi szépen a 2024-et. Jó. Követ. Nem, uram. Álljon, uram! Merre kell menni? Ááá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 á Uram, nem! De miért kell vezető szár? Rossz címet mondtak! Rendben, uram, rendben. De uram, ez most nem volt szép maguktól. Hát figyeljen. Múltkor láttam, hogy voltam szuperben, igen. Tele van kocsmány dolgok. Hát igen, mint veletek. Ez fájt most, te igazam. Amúgy a papacita hol van, ő tervelte ki az egészet. Kinyitom ezt az ajtót is. Papacita a bűnös. Az úr tisztában van a jogaival? Néző rekord van. Ugye, hát hogyha elmondják, akkor természetesen elmondják. Akkor ugye elmondják. Ez így igaz, akkor el fogjuk mondani. Jó, de uram, papacita, kérem, de papacita, ezt én is hagyd mondjak el valamit. Inkább úgy mondom, tisztában vagyok a jogaimmal. Nem szeretném, hogy elmondják. Én ennek a mai nap során ennek az egész történetnek az áldozata vagyok. Papacita, hopkalászó, papacita tervelte ki az egészet. Ezt gyorsan felírom. És azt mondta nekem, hogyha nem vagyok benne ezekbe a piszkos dolgokba, a bűnös dolgokba, akkor a családomra rám száll. Nem. 1400 néző van, gyerekek, rekord. Hogy is hívják az urat megismételni? Hopkalászó papacita becenevén. Köszi szépen Szilveszter Máté, Kristóf az ajándékokban, nagyon szépen köszönöm. Azért át fogom tapogatni itt az úrnak a ruhánat. És azt kell mondjam, hogy ez a Horizon város, ez egy bűnös város. Amúgy. Igen. Ez egy komoly bűntények, bűnhelyzetek vannak itt a városban, és én egy munkabíró, munkavállaló, normális állampolgár vagyok, de megfenyegetett engem papacita. Rendben, nem. Akkor minden egységet arra fogunk... De a papacita őt mellettem a kocsiban, nem látták, hogy oda tartott az oldalamhoz egy fegyvert? Ott volt mellettem. De, láttam, hogy ott azt a Tech-9-szerű lősz fegyvert ott testéhez tartott. Igen, igen, és azt mondta nekem, hogy ne csináljak semmi hirtelen mozdulatot, mert meghúzza a ravaszt. Rendben. Az úrról leveszem a bilincset, de azelőtt az úrnak a hátára leakasztom itt ezt a nagy kalibert. Nincs is nem bánja.
Itt átállal. Papacita volt minden, ő tervelte. Csak megálltam. Tudom, hogy zárva, de csak megálltam, hogy ott azon át. Én normális vagyok. Fogadtam az úrnak a ruházatát. A bal zsebében. Szia, most voltam kezdő. Ezt elveszem. Jobb zsebébe is belenyúlgatom. Nincsen nem semmi, uram. Ami... Ezt a papacita adta. Ez olyan, mintha gomba lenne. Oh, elnézést. Mi? Mama csinálta. Ne fogdosson, kérem. Belenyúlok a fal zsebébe. Már megint papacita. Én nem csinálok ilyeneket. Nem csinálok ilyeneket. Rendben. Tovább tapogatom az úrnak a ruházatát. Figyelj, kaptam ilyen üzenetet amúgy Instagramon. Szia Soma, nagy rajongód vagyok. Örülnek, ha visszaírnál. Nagyon szeretem a nevedet. 10/10-es fiú vagyok. Csőcső. Az... Elnézést, csak ezt nem láttam. Túha. Elveszem itt a piszkos pénzt. Figyelj, uram, elnézést. Ezt a telefonomba találtam. Viszont ezt a papacitát oda, és jobban örültem, hogy egy 10/10-es csajírt volna, de hát nem. Igen, elkaptak hát, most. Ugye. Sajnos. Bűnös voltam. Elkaptak. Papacita tervelt ki mindent. Ugye felírtuk ezt a Hopka Lászlót. Hopka László. Ő bűnös. Esetleg más információt tudna-e? Igen. Rendben. Van a városban egy majom. Várjon. Mondom. Van a városban egy nyíregyházi majom amúgy. Igen, rendben. És a nyíregyházi majomról annyit kell tudni, hogy... Ez egy nyíregyházi majom, elég sok van ebből, uram. Igen, egy nyíregyházi majom van. Ez amúgy nem túl erpés, amit most csinálok. Amúgy, ezt csak nektek mondom. És a majom szokott kitervelni ilyen büntényeket. Aha, értem, rendben. Tehát a majom a góri. A majom a góri, természetesen. A majom egyébként jóban van ezzel Hopka László úrral. Ajaj. Kezeket ajaj. Föl. Nyissák ki az ajtót! Semmi értelme mozdulat, ez el volt dolguk a boxerembe. Ne vegyen elő semmit, uram! Ezt a fegyvereket dobják el! Kezeket föl és dobják a fegyvereket elő! Eldobom a fegyvereket! Dobják el a boxerembe, találtam! Eldobtam a kígyóforka mellett! Még a sokkolót! Minden dobjanak el! Hopka László tervelte ki az a boxerem! Dobja ki maga is, mindent, uram! Jajaj! Dobjanak, menjenek előre, és nyissák ki az ajtókat. Nyitva a fő, maga is, lépésbe, katonai lépésbe, és a főső ajtón távozunk, a legfőső. Igen, semmi hirtelen mozdulat, mert Hopka László. Jó, semmi hirtelen mozdulat, főső szintre megyünk, a legfősőre, jó? Ismerem a rendőrséget, tetőre, ismerem a rendőrséget, mint a tenyerem, semmi hirtelen mozdulat, mert lövök, jó? Rendben. Hopka László tervelte ki az egészet, jegyezzék meg. És a majom a társa. Hopka László és majom hűtársa. És majom. Igen. Vettem, uram. Így van, semmi írtál mozdulat, uram! Semmi, nyugalom. Maga is tegye fel a kezét. Ha még egyszer leteszi. Milyen igenis? Igenis, jó. Igen, ezt már szerettem, amikor engedelmeskednek. Én is ilyen vagyok. Betöltöm a szerepet. Menjenek, Hopka László. Jó, itt vagyunk a tetőn, uram. Nyissa aki? Kinyitom. Menjen előre. Liftezni kell, uram, liftezni kell. Azt, akkor kapjon föl. Kapjon föl, azt liftezzen ki velem. Jó, így. Lehet-e helyet, uram? Köszönöm, kezeket föl. Hol tudok innen lemenni könnyen? Mutassák meg a kiutat. Itt jobbra. Jó, mutassd az utat. Uha, Jézus Mária. Hopka László vagyok. Ott egy kocsi. Hopka László! Megmenekült Hopka László! Ilyen egyszerű! Hú, ezt valaki jól ide tette. Meg nem is tudtam, hogy ott lehet menni, és azt sem menekültem. Gyerekek, megmenekültem! Jó gyerekek, egy dolog nem volt túl erpés, a fegyverláda nyitás, azt bevallom, nem volt túl erpés, de ma a rendőröknek, esküszöm nektek, akkora csókot adnék mindegyiknek a fejére, de tényleg, mert amúgy olyan korrektek voltak, csak várj, ez egy rendőrség, kocsi, most jövök rá.
Dick, ez egy rendőrségi kocsi, ez rendőrségi sorozat számos, mi? Ja, Podi. Nem, ez a tech az nem. Add már ide. Dick, még gomba is van a rendőröknél. Még a, visszajönnek a cuccok, amiket vizé. De jó, köszönöm szépen, át is pakolok magamhoz. Thank you, Vari a macskát. Hopkadacisba. Figyeljetek, ez jó lesz. Ja, uram. Szia, uram, cseréljünk már kocsit. Cseréljünk már kocsit. Uram, cseréljünk már kocsit. Így beszélni tudsz? Persze, csak hallasz? Uram, szálljon már ki a járműből. Na, itt akarsz. Egyéb ma... Na, Csána, gyere! Itt vagyok, vagy. Gyorsabb! Ott a másik kocsi, vedd ki! A kocsiban van 28 gyémánt, vedd ki! A másik kocsiba! Agyad vissza! Mi? Lesvírem! Mit? Tudom, hogy te vagy a somad, de nem veszed el a kocsimat! Tessék! Agyad vissza, testvérem, akkor beszállok! Hallasz? Nem hallom, úgy bolog. Na figyelj! A mosági fogadalmadat megtöröld már, légy szíves! Nem hallok. De hogy nem hallom, ugye nálam van rosszul beállítva, amit azt, hogy adjad vissza, tessomat, testvérem. Most már lehet jó lesz. Hadd azt, testvérem. Na most végre már. Na figyelj már, enyém a kocsi most már. Pusztulj ki a kocsi, az izé kocsiból. Nem pusztulok. Hát nem, az enyém lefoglaltam. Jó, figyelj. Komandától meg én mit csináljam? Jó, figyelj, megteszed nekem ezt szívességet, adok neked 10.000 dollár cserébe. Megteszel nekem egy szívességet? Igen. Jó, bemész a rendőrségre és azt kell mondanod, hogy Hopka László vagyok. Én terveltem ki az egészet, adok pénzt. Megteszed nekem? Persze. De most komolyan, ott van ki, hol? Sejtem, mit akartam? Nézem ki, mi van írva! Tisztelt akkor csak SPD körözés ki Hopka Lászlóval és sűrtársára, jó? Menj be és vezess félre őket, hogy Hopka László vagy, oké? Oké. Megteszed? És, igen, és gondolom mondjam azt, hogy én terveltem ki arra. Igen, menj ide, menj ide, menj oda. Itt vannak a rendőrök, most. Perc. Oh. Tiszteletem. Urak, esetleg nem láttak itt egy maszkos urat valahol? Vagyok. Szép nap volt. Kicsoda ön? Szép napot, Hopka László vagyok. Uram, elnézést, nem vagyok rasszista, de ahogy tudom, Hopka László az fekete. A megbocsás. Ha most neki beérettem, ezzel a bajod? Hát, uram. Ki van? Ön fehér. És hopasz itt a fekete. Ne legyél már rasszista, öccse. Ne, nem rasszista vagyok, uram. Kibeérettem, oké? Hoppa László vagyok, most mit akarsz? Uram. Jövök aztán... Itt vagy, Imre! Itt van elvileg egy úr, akinek az a neve, hogy Hopka László. Igen, itt becsületes PDL. Nevem. Azt mondja, hogy becsületes neve Hopka László. Jöjjön velem. Hova menjen? Te tervelted ki az egészet. Oh! Oh! De még Hopka László tud. Az már nem megy sehova. Ott van, mondd azt, hogy ő Hopka László, menj oda a Hopka Lászlóhoz. Mondd azt a rendőröknek. Boxold meg a kocsit! Ha az úrnál személy? Hogyha a személy, tudom. És fel a személy, legyen szíves. Fel a személy. Alul, jó napot! Tisztelet! Nem besz... Nem besz... Jó napot, uram! Elnézést, csak kérdezni szeretném! Ő Hopka László, személyesen! Ő az? Ő igen, ismerem! Hoppa, szintad miért körözik? Uram! Ma személyen? Gyors hajtásért! Gyors hajtásért? Csak annyi? Nem füzette be a gyors hajtást, papaszita! Úristen, nagyon nagy, súlyos büntény! Popsi, merre vagy Popsi? Ott van, a, ő a papaszita, ott a kabátos. De melyik ez? Igen. A kabátban, meg ennek van haja. De papaszita az fekete, uram. Igen, meg is haja. Isten lőnek. Nem rasszista vagyok. Én csak a tényt mondom. Én az vagyok az vagy. De mi az, hogy... Mi az, hogy rasszista? Na menjünk. Ah, yeah.
Hallod? Lőj rájuk. Jó, de akkor... Lábon! Jó. Jó, most menekülj, menekülj, gyere! Hopp! Jó, ez van zárva, LSPD. Igen? Nem láttak térkép. Engem? Miért nem? Aha, nem. Jó, figyelj, menj vissza. Jó napot, uraim. Dőljünk rá, rájuk tőlük, várja. Csak menj vissza. Állj meg, de így oda, ró, ne arra. Ah, oh, de béna vagy, ember. Ah. Oh. Jaj. Menj arra, innen, innen, innen. Jó, menj gyorsan, menj, menj mellettük gyorsan. Menjél már! De ember, te hülye vagy. Nem tudom, merre akarsz menni. Erre lemegyünk egyenes, melyek akkor még egy. Jó, de ne arra. Most merre mész, ne, ne ugyanez a kör. Ne úgyse. Várjál. Várjál, mondom merre. Hátulról menjél. Balra, 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 balra! Mennyi, mennyi, lőj a rendőrökre! Mennyi, hol ülnek, lőnek! De lője, de ne így meg fogunk halni! Mennyi, már meghalok, kilőnek! Ebből lehet hátrafelé lőni. Persze. Hát akkor meg mit csinálsz? Jó, tudsz lőni kocsiból? Állj meg! Vezetek én! Hát, ha megállt, akkor. De jó, igen. Papca vagyok, papca vagyok. Papaszt itt a zsarukat el kell intézni. Várjál, újra töltök. Várja, várja! Főhívom a izét, várj, ez jó lesz, ez jó lesz. T-800-as modell, ez nagyon nagy lesz. Várjatok. Szevasz, tesz, mennyire... Várjál, ez jó lesz. Figyelj. Csak vegye föl. Készen állok, Papaszita, uram. Vagy T-800-as. Csapódj be a rendőrségbe, ahol van a recepció. Csapódj be. Biztos, uram. Csapódj be. Csapódj be! Csapódás folyamatban! Csapódás, nézzünk téged! Csemisítésbe kapcsolva! Menjél, kapcsold be! 300 méter! Jó! Pusztulj már innen, öreg! Nézzük már innen! Mit? Menj már innen, haver! Mit mondtál? Kilőlek! Isten! 3! Be fog csapódni, ott megy! De nem látom a becsapód! Menj már innen! Ember, menj innen! Lőjétek már, lőd már ki a kisgyereket! Most a becsapódás! Ez szép volt. De ki lő? Én lőttem ki a kis rákot meg. Na megvan? Ott van lőd a zsarukat, a zsarukat nem szeretnéd? A papaszita lőnek! Jó, meghalt. Menj arrébb. Elveszem a fegyverét. Kosszonik meghalt? Igen. Jó, várj, ne vedd el, elvisszük orvoshoz. Passzus, úgy becsapódott. Várj, fölhívom a izét, hogy becsapódott-e. Mert pont nem láttam. Becsapódott, láttam, fel volt robbanva. Tőnök, üljön át! A hülye gyerek miatt nem látod. Nem üljök át? El kell vigyünk Kosztolnikot, passzus kulcs. De jó, hogy nem én ültem az anyóson. Azta, jó vagytok? Mert én nem. Te ki vagy, öcsi? Hát nem. Menj már innen, öreg! Okay. Jézus már, ezek nem tudnak vezetni. Sok a fanboy. Na. Köszi Gizzi, beviszi Kosszonikot kórházba. Kosszonikot, itt vagy barátom? Papaszita. Papaszita. Itt vagyok, itt vagyok. Figyelj, elviszi kórházba. De... Még egyszer... Mi van már? Azt mondtam, állj meg, hát adj pénz, kifogy a benzinem. Ember, nekem meg itt egy halott mellettem. Hát aztán, geci, kifogy a benzinem, akkor hogy megyek el? Lőjétek már ki ezt a szart! Itt lősz ki, tégy volt, geci, hát majd látom. Hát lőjétek már, lőd már ki, papaszita. Nincs fegyverem, azért akarom. Úristen, akkor vedd el. Csak ahogy meg kell állnom, meg itt állnom.
egy jó. Ja nem, tehát nem tankol, miért nem kórház. Adsz majd egy telószámot, hogyha elkerüljük egy másnak felállja. Úgy lőjed, lőjed már ki! Kivel beszélsz, koporsó? Ne, bocs! Te mit csinálsz? Mi van? Te mit csinálsz? Mi van? Mit csinálsz? Te mit csinálsz? Bravo, pőr. Raboljátok ki! Ki jár? Fú, de ideges vagyok. Vigyázz, Bratyász, nem véletlen. Nem bírt a Bratyászszel, profilövő vagyok. 8400 dollár volt mellett a fú. Tartnál a gyepent, pisztolyt, el is veszem, tartnál a 300 lőszert. Tartnál nekem amúgy sincsen nálam. Kosszonikat vigyétek el! Köszönöm szépen. Papasszi, te látod? Látod, megint nekem kell megcsinálni. Most már az úr, az elkezdtem átadni. Várja. Ki maga maga serif? Kinek dolgozol? Kinek dolgozol? Át, hogy belenézek az úr zsebébe. Nagy skacok, figyeljetek, kocsonyokat vigyétek kórházba. Üzleti utam lesz. Jó? Üzleti utam lesz. Mennem kell. Sziasztok! Vasárnap találkozok este 7-kor, jó? Nem, már nem megyek. Na, skacok, viszont már majdnem 3 órás streamet csináltam. Én nem akartam ilyen sokáig nyomni. Még nincs vége a streamnek, mert még szeretnék kicsit veletek beszélni, bár a hajam az nagyon-nagyon katasztrofális. Gyerekek, viszont akkor elmondom nektek, hogy a mai nap során mi történt. Hogy jó dolgokról is beszéljünk. Köszönöm szépen Gizzi Masternek az 5 darab rózsát, meg mindent is. Gyerekek, a mai nap során nézőrekord történt, 1400 néző volt a mai streamen, ami azt jelenti, hogy új nézőrekord történt. A mai nap során, gyerekek, ami még nagyon-nagyon fontos, és nagyon örülök neki, a mai nap során, ami még szerintem tök jó dolog történt, 506 új követő jött a streamre. Szóval 506 darab új követő volt itt a streamen, ez nagyon durva. Szóval nagyon szépen köszönöm, aki esetleg ma jött és új néző, ezt köszönöm szépen nektek, nagyon jól áll a fülesem. Meg ilyesmi, vasárnap lehet, hogy csinálunk egy állami rablást, de lehet, hogy egy másik RP szállat is bevezetünk, még nem tudom, azt ki kell találjam. S70-nek köszönöm szépen a 15 darab Dasis aimait és mindent is. Köszönöm szépen a rózsát. Gizzi Masternek is. 522 új követőnél járunk a mai nap során. Ez brutális, kacok. Megnézem az Instagramot is. Ott is jött egy pár új követés. Azt is olyan szépen köszönöm, hogy az FRKS22-t bekövetitek. Tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, kacok. Ez az Instagramom is, ez az FRKS22, YouTube-on közben rám írt egy csaj, hát látjátok, itt a 10x10-es nők írogattak nekem, de látok, ezt most így remélhetőleg most nem látszik benne. Na, szóval az FRKS22-t így szíves kövessétek be, csak a 10x10-es csajok és a 10x10-es pasik tudjátok, és vasárnap lesz a következő stream este 7-kor, ezen a héten én már dolgozok, szóval azért is nyomtam kicsit tovább a streamet, szóval most majdnem 3 órás streamet csináltam. YouTube-on is fönt lesz az adás. YouTube-on a www.soma gaming short oldalon tudjátok megnézni a streamet. Szóval vissza fogjátok tudni. Jönnek új videók is, meg egyéb ilyen nagyon-nagyon fontos cuccok is. Szóval lesznek új tartalmak, új videók is. Még egyszer mondom, a www.soma gaming shorton vissza tudjátok nézni a streamet is, aki nagyon szeretné, nagyon akarja, az meg tudja nézni, és vasárnap este 7-kor meg stream lesz. Jól éreztem magam a mai streamen, attól függetlenül, hogy elég sok káoszos momentum volt, de voltak amúgy nagyon jó jelenetek, voltak benne nagyon jó sztori, voltak benne hibák, tökéletesen egy nem storyline-on alapuló streamet nem lehet lehozni, én tudjátok, hogy a spontanitás elvében hiszek, Bene Martin köszi az egy darab rózsát, abban hiszek, hogy a spontanitás és az itt lévő emberek azokkal is össze lehet hozni egy jó RP-t, de ez amúgy mindig össze szokott tenni, mert mégis mondom 1400 néző volt, szóval azért eléggé jó számokat produkáltunk. Én megmondom őszintén, eléggé elfáradtam ebben a mai napban, és köszönöm szépen tényleg mindenkinek, aki bekövetett Instagramon is, meg ilyesmi.
Köszi szépen Szabó Jászminnak a 7 darab. Köszi szépen Jászmin a 7 darab fagyit. Bocsánat, vasárnap már jó lesz a hajam, mert holnap megyek elvileg fodrászhoz, szóval nem fogok úgy kinézni, mint egy csöves kukorica. Szóval vasárnap már patikán, dzsukkellen és yesterday-esen leszek itt, jó? Facebookon mikor lesz live? Hát nem mostanában, skacok. Én itt maradok még egy ideig TikTokon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, velem tartottatok. Puszi-puszi nyuszi mindenkinek, csók a családnak, és ciao amigos, muchas grandes, jó éjszakát, vasárnap este 7-kor találkozunk. Sziasztok! És megérkezett Manó kucsusom.